Morning Show. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 6 óra után 16 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello Feri, hello Jani! Hello, sziasztok, jó reggelt! Hello mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk. Egy tapsot megérdemel mindenki, aki ilyen korán reggel velünk van. Szerda van, ez egy nehéz nap, igen, tudjuk, mi is érezzük, de ez a forduló, ugye, ahogy szoktuk volt mondani. Na mindig. Most kezdtem el érezni, eddig nem éreztem, de most, hogy kimondtad, elkezdtem. Jézusom, mennyire nyomasztó, de szörny ez a szerda. Mi lehet a bajom ma? Ja, szerda van. Szólok, hogy szerda van. Ha jó kedvetek, akkor ne legyen. Na, úgy érzitek, jön a hétvége, még nem jön. Csak a felére vagyunk, sőt, még a felére is csak az elején. Azt hittétek, már rögtön elment a hét, de ne felejtsétek el, még több van hátra, mint előre. Úristen. Most minden magunkra úsztunk kicsit, vagy mi történt? Összement a stúdió? Ugye, egy kicsit így, mintha ránk jött volna, egyébként jobban kézre esik. Uh-huh. Közelebb van hozzád a pult? Közelebb van minden egyébként, nem tudom, miért nem így. Nem tudom, miért nem így. Vagy nőtt a kezed. Vagy megnőttem reggelre. Na, mi a helyzet? Jaj, hát én rögtön vidám lettem, hogy bejöttem, hát van itt egy úriember, ugye a rádiónál, aki szenzációs arc, szerintem én imádom, és azt kell mondjam, hogy azon kevesek, nagyon nem, azon sokak közé tartozik, aki egyébként tényleg nagyon sokat dolgozik, de azt, hogy neki állt most itt festeni az előtere, és van nekünk egy Gyulánk, aki egy tündér imádnivaló arc, tegnap úgy döntött, hogy befejezi itt a festést, amit elkezdett, mit tudom, másfél évvel ezelőtt az előttérben. És beöltözködött, felvette ruhát, komolyan, mint hogy egy marsos szállásra készült volna, mindent ide készített, elhúzott, letakart, kimaszkolt, felvette a kis, hogyha kezeslábas ilyen kis ruhavédő fólia ruházatot, amit ugye a festők szoktak, a profik használni magukhoz, ez mondjuk más dolog, hogy elő nem tudta összehúzni, mert picit nem talált magának XX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 
kiválasztott a falhoz, úgyhogy levette szépen a kis kezes lábast, visszahúzta a foteleket, a maszkolást azt úgy hagyta, meg azt a bácsik festéket is a falon, úgyhogy folyt köv valamikor. Nem kiválasztott, ő állítólag ezt bekevertette. Azt mondta, hogy színmintát vitt, mondom, honnan Gyula, a falról. Levésett a falról egy darabot. Kicsit, egy darabot lepattintott, így vakolattal együtt, és azt elvitte, azt kikeverték neki, de nem sikerült jól. És föladta, tehát abba hagyta. Igen. Elszontyolod, és már nincs is kedvem most egészhez, mert ez nem is olyan, ami érnek. Igen, elszontyontalandodod, vagy rockát lett, abba hagyta. És most van két ilyen húzás, és úgy marad. Most úgy marad. Durci. Nem tudom minek egyébként, szóval, hogy aranyos a Gyula, de miben hisz? Hát az egész épület romokban van, omladozik, koszos, ronda, tehát, hogy most itt, hogy belül húzunk kettőt, és sárga színnel ráadásul, tehát, hogy jaj, és mert így nem látszik rajta a rossz versázás. Én értem, de hogy hát egy picik ilyen kis, nem is tudom, ilyen kis társalgónk van itt a stúdió előtt, ami még annak sem mondható, mert hogy borzadály tényleg, ahogy az egész épület kinéz. És ő most akkor ezt befeszti sárgán. Összenyomja a teret a sárga, tehát attól még jobban azt érted, hogy a falak rád jönnek, pedig hát itt sincs túl sok helyünk. Igazából. Azóta az egy vonás volt, és kész? Igen, mert ezek a friss festések tartják össze a falakat. Tehát, hogy valószínűleg ezért is volt rá szükség, de egyébként én önben annyira becsülöm benne, hogy tényleg ő törődik ezzel, ő még így gondolkodik benne, ő újra és újra nekifut egy-egy ilyen projektnek, és hát most más dolog, egy kicsit most lukra futott már, hogy nem ugyanaz a szín, de hát na jó, de most fesse le fehérre, fesse vissza, addig, amíg ebben az új festék. A dolognak az az üzenete, hogy itt vannak táblatok, hogy van jövője a helynek, tehát hogy az látszik, hogy hát van miért még investálni a jövőbe. Igen. Tehát, hogy ennek van egy, igen. Tehát Gyula úgy érzi, hogy még kell festeni. Ő egy bizakodó. Lelkes típus. Ő hisz. Igen. Ő hisz abban, amiben sokan nem. Igen, az előző másfél évben még nem hitt, de mindegy. Hát jó, hát most ez. De mindegy. Gyula legalább tevékenykedik, legalább csinál valamit.
abszolút, ez jó, hát figyelj, próbálja mindenkiben tartani a lelket, és azt kérdezik, hogy mi lesz november után, Gyula, lesz frekvencián? Mi lesz, hogy nézd meg, hát a falat is kifestettem, hát hogy ne lenne, és akkor neked is egy kicsit jobb kedved lesz, úgy jössz be, hogy ha a technikai igazgató fest, akkor ő tud valamit. Igen. Nem? Ennyi. Tehát, ennyi. Hogy... Most fogalma sincs, hogy mit csinál az a 30 liter festékkel, amit bekevertetett, és nem jó a színe, de most majd elkeni valahova. Felkente a kerítésére valószínűleg. A kerítésem, vagy ilyesmi. De ettől független azért nem felejtsük el, hogy például ő parkettázta fel az előteret, és ez gyönyörűen megcsinálta. Én már egyébként akkor, amikor láttam, hogy kezd neki vetközni, neki öltözni, már akkor tudtam, hogy itt valami nagy dolog készül. Ez olyan, amikor van egy kis kutyaólad, abból csinálsz szétszedet, csinálsz egy kis kerít, egy tyúkolat, egy kerítést, akkor csinálsz belőle egy gyereknek egy járókát, újra szétszedet, fogpiszkáló. Megint csinálsz a malacoknak egy ilyen elkerített részt, ahol tisztábbak lehetnek, tehát ugyanazt építgeted, és ugyanaz jár körbe-körbe. Nem Driver, Gyula. És a pontos okát most tudjuk, hogy miért hagyta abba? Tehát, hogy nem tetszett neki a szín? Mert nem ugyanaz a szín. Nem ugyanaz a szín. De nem lehet csak, ugyanaz... hogy a másik, igen, hogy az egy régen fölkent sárga, érted? Tehát ha a pantoskálán ugyanaz kéred el, hát az nem lesz ugyanaz a szín. Meg... Hát annak idő kell, minden festéknek idő kell, és hogy megy az idő, az ugye veszít folyamatosan a színéből, az meg világosodik. Meg egy kis bordűrel, vagy valamilyen más színnel itt a szélén, ahol persze, találkozik a két szél, meg lehetett volna oldani a dolgot, mert aha, ugye általában úgy szokták csinálni, hogy egy-két árnyalatnyi eltérés van a kettő között, akkor ahol a két szín találkozik, oda szépen egy csíkot húznak. Nagyon gyönyörű lett volna még erre a 3 négyzetméterre még csíkonként behúzunk egy bordűrt, úristen. Én még csak... akkor felraknék egy gipsztukot fölül. Én csak dobtam egy ilyen... új labdát. Igen, és egy ilyen köpő márvány oroszlán tegyünk. És még a falat hengerelném a régi gumihengerrel. Én gyűszi, hogyha hallasz, én egy bordűrnek nagyon örülnek. Na, Istenem. Na mindegy, hát drukkolunk a mi Gyulánknak egyébként. Jó, ez vidám. A másik jó hír, az pedig az, hogy ma este 6:30-tól Brüsszelben odaítélik az év európai fája díjat. És hát ugye Bátaszék révén érintve van Magyarország, és hogy a fenébere srácok, hát ma van a nagy nap. Ezektől a megszólásoktól több öngyilkos. Ma van a nagy nap. Figyelj, szavaztattunk, napokig szavaztattál. Hát túl is töltöttük ezt a szavazást. Napokig. Így van, tudjuk, 25 perces interjú a Mohos Tölgyről, pont arra jöttem haza. Mohos. Lefejelem a kormányt. Mohos Tölgy, 20 percig egy valami szaki beszélt a rádióban Mohos Tölgy jellegzetességéről. Szaki polgármesterbe. Azt hittem, hogy elütök valakit Schengeni övezetbe, mikor beléptem Magyarországra, és átkapcsoltam. 28 percen keresztül Mohos Tölgyeztük. 27 volt. 28 percig bolygós tölgyet. Remélem, hogy Bátaszék delegációja már ott tartózkodik a helyszínen. Regisztrálni kellett egyébként, de akár mi is mehetünk volna április 17-én. Biztos, hogy nagyon magányos lettél volna, vagy hát legalábbis én biztos, hogy nem mentem volna. Hajrá, Bátaszék, hajrá, Mohos Tölgy. Szólnak, hogy van miért menni? Vagy csak kimész pacsira? Hát, mi már futottunk ugye rá egy ilyen sztorira, mint korábban egy pár évvel ezelőtt, amikor úgy nagyon akarták, hogy ott legyünk, aztán kiderült, hogy nem nyertünk semmit, azóta sem megyünk oda, mert megsértett. Oda sehova, persze. De hogy szerintem azért mindenki ott akar ilyenkor lenni, tudni akarja, hogy... Na jó, azért ne túlozzunk el, szóval azért egy fa választáson azért nem akar mindenki ott lenni. Szóval, hogy azért ne mondjunk valótlan dolgokat. Nem akar mindenki ott lenni azon a rendezvényen, azért... hogy ki lesz az évfája. Természetesen örülünk, ha a Mohos Tölgy megnyeri. Mohos. Én is nagyon-nagyon drukkolok a Mohos Tölgynek. De nem vagyok róla hajlandó egy mondattal se többet beszélni. Ha én visszavettem a teniszből, és nincsenek tenisz hírek, hát csak a testemen keresztül lesznek egy Mohos Tölgy hírek. Én még azért emlékszem arra az időre, amikor még fákat ölelgettél, és mind a mai napig kreatív mítingeken, hogyha a kreatív osztálynak a góréja nem tud veled mit kezdeni, akkor mindig csak egy dobod a végső érként, hogy jó van, akkor ölej meg egy fát. Igen, ez az ő titkos, amikor már tényleg nem tud rajta az semmit változtatni, amikor nem tudja meggyőzni semmilyen érvel, akkor ezt bedobja így, jó, akkor ölelj meg egy fát. Akkor mennyi valaki ölelj meg egy fát. Igen. Jó, de nem Mohos Tölgy volt egyébként, vagy Mohos. Nem tudod, hát föl se ismersz egy Mohos Tölgyet. Nem, egyébként tényleg nem. Kápolna van mögött, onnan lehet látni, ja. És hogy... Hát de az összes mögött, tehát bárhova megyek, az Mohos, ami mögött Kápolna van. Bátaszék, legalábbis ez van. Én erről tudok beazonosítani. Na, úgyhogy hajrá, Bátaszék, hajrá, Mohos Tölgy. Hajrá, Salgótarján. Mi volt ez így hónajmiri dal, nem hajrá, Salgótarján. Na, gyorsan egy-két SMS csak, hogy mi is fölébredjünk, és nézzük már meg, hogy kik vannak ébren. Azt mondja, hogy marihuána világnapja van ma. Oh, igen. De szép. Hogy legalizálják a marihuánát. Ezt többen megírták már nekünk, hogy ma van a marihuána világnapja. 4.-20-án van a marihuána világnapja. Tényleg? 420, az mert itt valaki egybeírja, hogy 420, aha, vagy 4.2, az valamit jelent a marihuánásoknál. Nem tudom, én eddig nem ünnepeltem.
Jó, de te olyan is maradni vagy ezzel. Persze, én kimaradtam ebből. Írjátok, hogy a magyar okrém világnapja mikor van, akkor kivalolok az valaki, igen. Na, azt mondja, képzeljétek, ha hallgatom a Berokka reklámot, és komácsan félreállottam, de rájöttem, hogy a Beherovka nem ugyanaz így, de valami. Igen, akkor reggel meg behalózik az ember mindenféle melléket. Igen, úgy elverlek, mint Gyurika a fax, átírja nekünk valaki. Hát, köszönjük szépen, semmi személyeskedés, nem veszük magunkra, nincs is senki megszólítva, csak valakit az illető elver. Azt mondja, hogy aranyhercegem, imádlak, jött egy ilyen eset. Ez csak neked jöhetett. Aranyherceg. Azt mondja, hogy mi a helyzet? Micsoda? Vigyázz, reggel bekapcsolom a rádiót, hallom a tegnapjátás legjobb pillanatét, adják be. Mondom, mi a fene, van valami gázban, baj történt veletek, hogy nem jöttök be. Felnézek a Facebookos oldalatokra, hát van info, de semmi, már majdnem odaértem, valami kétségbe esetett, mire ránézek az órára, ja, hogy még 6 óra sincs, nagy az Isten állatkertje. Niki küldte nekünk. Imádlak, hogy majdnem egész csehig foglak titeket. Ennek mi is örülünk. Ennek mi is örülünk, ez egy nagyon jó hír, igen. Na, mi van még? Közlekedési híreink vannak még. Azokat majd bemondjuk nem sokára. Viszont mutatjuk, mivel törtöltük tegnap az időt. Ugye, már nem tudom, honnan indultunk el igazából. Ja, a Trütko sapkája. Trütko sapkájából, mert a Trütkot lefotozták. És annyi megalapozatlan, rossz indulatú pletykát írtatok nekünk, amivel nem tudunk és nem is akarunk azonosulni, és tulajdonképpen ki is kérjük magunknak. De szépen táncolsz vissza te. Igen. Hogy tiszteletre méltó közszereplőkről olyan dolgokat állítottatok, hogy komolyan mondom, ennyi rossz indulat. Ennyi irítséget. Ennyi epét. Igen, de látom már. Mindenki rácsapott rá. Mindenki rácsapott rá. Ugye a hallgatóinkat kértük, hogy írják meg, hogy milyen olyan helyzetben láttak már közszereplőket, celebeket, sztárokat, amikor talán az az illető nem akarta, hogy lássák. És hát hallgatóink küldtek tényleg, hogy ismerjük a különböző SMS-eket utazásokról, repterekről, éjszakai szórakozójákról, hogy kit hol láttak. És hát ezen rengeteg sztára, hogy látom már a napilapokat, fölháborodott, hogy mi milyen műsort készítünk. Drága hallgatóink, haragszanak rátok jelen pillanatban hazánk celebjei, hírességei, hogy bemószeroltátok őket. Nem volt szép. Nagyon-nagyon nem volt szép, én is teljesen kész vagyok, mint Fási Ádám a vigyulási falunapra. Az a baj, hogy mindig én kerülök címlapra. Téged szeretnek a legjobban. Mindig én kerülök címlapra. Igen, egyébként. Nincs ezzel baj. Na, mutatjuk gyorsan, hogy mi történt velünk tegnap, aztán közben mondjuk, hogy lehet jelentkezni játékra. Jó, úgyhogy írjatok nyugodtan, mi pedig jövünk az ismétlés és a hírek után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:47 múlt, pontosan 4 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és azt nézem, hogy milyen friss közlekedési híreink vannak. Azt mondja, hogy az M7-esen Budapest felé a Balaton lellei pihenőjénél ADR kontroll van. Sanyika küldte nekünk. A 21-es főút 35-ös kilométer kövénél egy elütött ősz fekszik az úton, csak óvatosan. Aztán Szeged felé fotóznak a 84-es kilométernél, ez nem 5-ösön van, és a 47-es főúton van egy baleset, és emiatt le van zárva az út Debrecen és Pikepécs között, ráadásul egy kamionos baleset történt, úgyhogy ott is mindenki vigyázzon. Mi a helyzet, mennyi az állás, hogy állunk? Jól. 2-0. 2-0. 2-0. Hát jó, csak a szokásos, nem? Jaj, hasítunk. De szép, igen, de tényleg, hát most nem tudunk mondani. Na, azt mondja valaki, na most szétcsapok köztetek, ne legyetek olyan kemények. Hát reméljük, hogy akkor Anna téged választott, mert hogy már itt is van a hallgatónk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a válasz. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia. Hello! Jól mondom, Gergő? Hello, Gergő! Igen. Gergő, honnan hívtál minket? Jelenleg amúgy Szikszó, de amúgy Abaúszántó. Ja, na, mi van? Elég sokat tartozkodtam annak, hogy Abaúj Szanticskán. Ja, azt hittem rátoltad a nagy lábújra a széket. Ismerős környék. Így van. Gergő, mit csinálsz, mivel foglalkozol?
Jégkrémet terítek. Ó, jégkrémeket szállítasz. Te vagy ez a szirénázó sárga autós? Nem, én nem csengetek, én csak boltokba megyek. Ja, te csak boltokba mész és teríted, Bocsmák, igen. Teríted a jégkrémet. Oké, kivel játszanál, Gergő? Janival. Jól van, legyen ez így akkor. Esetek egymásnak, jó? Mehetünk? Oké, igen. Jó játékos vagy, Gergő? Fogjuk rá. Na, gyakoroltál? Nem. Sose. Miért nem? Akkor honnan tudod, hogy jó játékos vagy? Bízok magamba. Ja, kicsit nagy kép, igen, jó játékos, hogy igen, játszottál már? Nem. Jó, meg kíváncsi vagyok. Legyél ügyes, jó, Gergő? 3-2, okay. Tessék. Na. Jani, szereted a jégkrémet? Persze, imádom, de figyelj, én is szeretnénk tőled kérdezni valamit, szabad? Persze. Szikszó határában van egy gyár, az, ha jól emlékszem, hogy az egy fehérje feldolgozó? Állati ugye? Maradványokat dolgoznak fel. Igen, mindig amikor arra mentünk, akkor mi van? Kemény az illat. Kemény az élet? Igen, meg az illat is. Ott már volt, igen, ott már minden volt. Igen, minden volt. Igen. Figyeljetek. Meg a fehérje, de a azt mondjuk... A fehérje, az jó, az fehérje, jó, az fehérje, nem. Fehérje. Yeah. Yeah. Ezért megbeszéltük, hogy semmit nem mondom, mert akkor fehér megye, fehér megye, akkor azt is adnám. Igen, viszont volt. Ki mondta? Az ki. Baszus, észreves, annyira traumatikus az élmény még mindig. Hát az minden település határában egy gyilkolás. Én nem hiszem el, basszus, hogy miért nem lett picit távolabb. Na mindegy, jó van, nem kettő. Jó, tehát fogjuk a játékosat. Te rákérdeztél egy traumatikus dologra, majd kimondtad ezt a dolgot. Igen. Ezt te kérdezted be ezt, nem, a traumatikus dolgot. Fehér. Szép folyt, Gergő! Nem véletlenül voltál nagyképű, megalapozott volt, fejjel, Gergő. Így kell alapozott. Köszönöm szépen, majd ezt most, mert amúgy ez egy ilyen eléggé csúnya dolog már, mint itt ez a végén, ez az állati feldolgozó. Mindig az autóba lekapcsolom a belső keringetést, hogy inkább jöjjön a külső levegő, de most így legalább örülni fogok, hogy emiatt nyertem meg. Letekered az ablakot, és beleszippantasz, ez az. Na, minden esetre, akkor neked is megvan. Mondani, hogy köszönöm, Jani. Figyeltem. Megvan az ajándékcsomag. Egyébként abszolút jogosan, hát Jani indisponált volt, szóval ez igen. Beleugrott a csapdába. Belesétel a saját magán által állított csapdába. Mert írtak hallgatok, hogy februárig, jövő februárig kell várnom a magyarokrém világnapjára, a kedvenc magyarokrépen világnapjára, meg ez, meg ráadásul az a szikszói élmények, tehát sok ez nekem már. Jól van, küldjük az ajándékcsomagot, jó? Köszönöm szépen. Ügyes voltál, Gergő. A legjobb vagy. Ciao. Hello. Ráadásul az SMS-et, le fogtok fagyni, mint a jégkrém, amit hurcolok. Esélyetek sincs. És egyébként ez valóban. Ez valóban így lett, igen. Na. 4 évig éltem így Battonyán a középiskolában, hogy beledöglöttünk a fehérje feldolgozóba. Hát az, ahova aki az a hülye, aki ezt lakott település mellé beteszi gyereket. De hogy nem lehetne tényleg itt nagyon picit arrébb tolni. Egy 5 kilométer is már megvagy, és ráadásul állítólag ez uralkodó szélirányt később nézték meg Battonyán. Tehát miután fölépítették, valaki a homlokára csapott. Basszus, itt 365 napból 300 napon úgy hozza a szél, hogy az egész település beletörlő. Én imádom azt a környéket, nagyon sokat tartózkodtunk arra, imádom egész Borsodot, tehát azt a szűkebb réteget, vagy régiót meg aztán pláne, de amikor lekanyarodsz itt Szikszóról balra, Szanticska irányába, igen, akkor tudod, ablak föl, mindet lezársz, tudod, orrod befogsz, Jézusom. 5:27 óra jövünk a hírek után. Köszönjük. Óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk egy jó Lady Gaga után. Egy Gaga mindig Gaga. Ő hozza az elvárható dolgokat, nem? Gyönyörűen tolja. Azt mondja, hogy nézzük gyorsan, mi a helyzet az utakon. Trafi az M35-ösön a 6-os kilométer szelvénynél, a Prodi pihenőjénél, a Debrecen felé tartókat mérik. Üdv a türelmi zóna. Aztán azt mondja, hogy mi van a vízforralóval, megkaptátok már semmi hírt?
Nem mondjátok, hogy semmi hír, maximum gondoljatok tényleg arra, hogy ti nem hallotok bennünket 6-tól 10-ig. Tehát ha valamit ti nem hallotok, azért az nem feltétlen úgy van, hogy az nincsen. Ha csak nem tényleg az ember tudja magáról, hogy 6 órakor bekapcsolja a rádiót és 10-kor ki. Volt szó sokat a vízforralóról. Van fent poszt is egyébként a Facebook kép, oldalunkon. Közös így van, kép, az Instagram. Bocskor legenda Gáborra. Hogy? Így van, átvettük. Bocskor legenda Gáborra. Ha? Ebben a Gábor nem volt túlzás. Szóval átvettük és odatta, és van egy gyönyörű vízforralónk, itt pihen az asztalomon, és van. Megvárom, hogy kevésebb figyelem irányulja rá, és aztán azonnal hazaviszem, mert az enyém már nagyon vízköves. Úgyhogy le akarom cserélni. 47-es főúton feloldották az utcára Debrecen és Mikepécs között füge. Küldte nekünk a régi hármason Mezőnyárád után, a kis szőlőknél mérnek a rend éber őrei. Nyert a bátaszéki bolyhos csölyt, tudtok valamit? Nem, ma lesz egyébként a díjátadó, azt hiszem, hogy fél hét magasságában. És csak olyan jelzem, hogy dr. Bozsolik Robert polgármester úr már jelezte, hogy éppen oda tartanak. És nagyon sok sikert kívánunk, hajrá Bátaszék, hajrá Molyhostölgy! Így van, röviden majd elmondjuk, hogy mi történt. Mi is nagyon drukkolunk a Bolyhos tölgynek, hogy... Mi jelezte a polgármester, hogy a Molyhos és a Bolyhos között... És szeretettel várnak téged. Ezért mondom, hogy nagyon hajrá Bolyhos tölgy. Molyhos. Az M7-esen Budapest felé a Balaton lelei pihenőjén ADR kontroll van. Sanyika küldte nekünk, valamint a 21-es út 35-ös kilométer kövén egy elütött ősz fekszik az úton, csak óvatosan, ezt pedig medve küldte nekünk. Aha. Na, csak nézem, hogy egy május 25-ére meg is hívott minket egy Orbán napi rendezvényre. Sajnos azon nem tudok részt venni, mert olyankor villás reggelire vagyok hivatalos felcsútra. Úgy együtt ünnepeljetek mi. Ajajajajaj, gyerekek. Hol? Remélem az oviban. Ja nem, most nem mindegyik. Nem mindegy, ezt is hagyjuk. A Nutella világnapja február 5. Ezt megkaptad, János. Már nagyon szépen, a magyarok krém világnapja. Nagyon szépen köszönjük, igen. Azt tudtátok, hogy ennek a bizonyos magyarok krémnek még készítettek egy operát is. Az a cím, hogy Nutellam Cantata. Tényleg? Rákerestem az interneten, és nagyon jó kezében, benn vannak egy templom, egy gyönyörű szép templomi belsőt képzeljétek el, bent van egy zenekar éppen hangolnak, és bejön egy operaénekes nő, és behoz magával egy ilyen kb. Mit tudom én, egy ilyen 30 literes üveget, és rátesz egy zongorának, és kezdődik. Ilyen zseniálisak. Miért nem születtem? Abba a családban. Miért nem születtem magyarokrémnek? Giuseppe Ferrerónak. Igen. Na, egy picit komolyabb témával folytatjuk, és a budapestieket azt gondoljuk, hogy ez abszolút érinti, akik most nem Budapesten hallgatnak bennünket. Azoktól egy pici türelmet kérünk, érezzétek azért azt, hogyha ez nálatok történne valahol máshol, más megyében, akkor ugyanúgy foglalkoznánk az ügyel természetesen, de ez most itt nálunk sokakat érint. Ugye tulajdonképpen eldőlni látszik a dolog, tehát sok mindent az ügy érdekében már azt hiszem, hogy nem lehet tenni, viszont szomorúan olvassa az ember azokat a híreket, amik arról szólnak, hogy újabb és újabb fákat írtanak ki ugye Budapesten. És azért fura ez a tendencia, mert a világ nagyvárosai törekednek arra, hogy minél többet ültessenek. Ha csak elmész Bécsbe, Ausztriába, akkor láthatod, hogy a város egy harmad része tulajdonképpen már zöld terület, és cél az, hogy ebből az egy harmadból hamarosan majd még több legyen, és folyamatos faültetésekkel és a környezet védelmével próbálják ugye tisztává élhetővé tenni az osztrák főváros. Nem véletlen egyébként, hogy a bécsiak mindig nagyon jól szerepelnek különböző ilyen közelmi kutatáson, hogy melyik a legélhetőbb főváros. Közben pedig ugye Budapestről azt hallja az ember, hogy egyre nagyobb fokozatra kapcsol a római mobilgát beruházás, és hogy 1500 fát fognak kivágni. Hát igen, és ezzel párhuzamosan ugye folyamatosan vannak különböző botrányok, akár a Liget projekt kapcsán, akár mondjuk az Orci kertben történő falvágások kapcsán, hogy Az emberek nyilván aggódnak ezekért a zöld területekért, általában mivel szoktak védekezni? Hogy majd újra telepítjük. Így van, hogy betegfákról van szó, amiket kivágnak azok, vagy olyan területen van, ahol nincsenek szem előtt, stb. Most itt ebben az esetben ugye a római part esetében az árvízvédelem, ugye, vagy ezen van legalábbis a fő hangsúly az érvelés tekintetében. Igen, hát az egész ügy egyébként nagyon kusza, pro és kontra, nagyon sok mindent lehet mondani. Mi abból a szempontból próbálunk utána járni, hogy egyszerű civilek vagyunk jelen pillanatban, akik oda kijárnak, akik
akik szeretik, és az utolsó, hát hogy is mondjam, tulajdonképpen természetes közege ez a budapestieknek, ahova még ki tudnak menni úgy, hogy, hogy természetes ártérben vannak, és láthatják az élővilágot, és együtt sportolhatnak, és evezhetnek, és futhatnak olyan zöld területeken, ami tulajdonképpen a fák kivágása után egyfajta betonsivatag lesz, mert ha oda ültetsz új fákat, hát azért azt tudjuk, hogy mennyi idő, ha itt nem tudom, 50-100 éves ősfák lesznek kivágva. 1500 fa. Hát megdöbbentő. Igen, megdöbbentő. Ugyanakkor nem lakunk ott, és nem üzemeltetünk ott vállalkozást. Tehát, hogy mi azért csak ilyen átmenő vendégek vagyunk ezen a területen, tehát kimenjünk, jól érezzük magunkat, aztán hazamegyünk. Amikor meg jön az árvíz, akkor nyilván nem tartózkodunk ott, de azok, akiknek van ott valamilyen vállalkozásuk, amiben mondjuk hosszú évek óta, vagy évtizedek óta pénzt tolnak, vagy abból élnek, vagy él a családjuk, illetve ott laknak. Szerintem akkor... ők ezzel tisztában vannak, ráadásul a mobilgát, mondjuk a parton lévő hekkeseket pont nem fogja megvédeni, mert szerintem én úgy tudom, hogy egyel följebbre akar. Tehát a házakat, és akkor itt megint egy érdekes probléma jön, hogy az ártérbe építkezésnél neked azzal tisztába kell lenni, hogy ez egy olyan terület, amit a Duna időről időre, sőt, hát lehet, hogy nem is szabadna oda építkezni, nyilván szabad, mert engedélyt kérnek rá, de neked azzal tisztába kell lenni, hogy ez bizony egy ártér. Nyilván megint egy köztes megoldás lenne az, ami működnie kéne, tehát hogy legyen árvízvédelem ezen a helyen, az ott lakó, nem tudom, 60 ezer ember ne éljen rettegésbe tavasszal és ősszel az életét, de ugyanakkor maradjon meg az a fővárosban, amiért kimész oda. Kimész egy jó hekkért, egy sétáért, most például fölé lett az a mozgalom, hogy lehet megint evezni, csónakházak vannak a Duna mellett. Ez tök jó. De most akkor melyik újatban harapják? Na, hát biztos, hogy kellene egy olyan megoldásnak, amikor mindenki jól jár, de az, hogy 1500 fát tarcsupaszra levágsz ott, és ugye kiforgasz gyökeres tömeg, azt is ki kell majd venni. Igen. De hogy van az, hogy 1500 fát kell kivágni azért, hogy illegálisan vagy fél illegálisan épített házakat vagy szállodákat megvédjük? Tehát ezt magyarázza meg nekem valaki, mert én ezt egyszerűen nem értem. Tehát ha te tudod, hogy ártér, és te oda építkezel, akkor miért a fák rovására kell ezt utána megvédeni? Tehát oda illegálisan, fél illegálisan, valahogy valamilyen, valamikori engedéllyel fölépül oda mondjuk egy ház vagy egy szálloda, azért azt tudjuk, hogy ártér, ugye? Igen. Utána az 1500 fa rovására kell ezeket az építményeket egyébként megvédeni, meg a budapestiek rovására, meg az ott élők rovására, akiket egyébként eddig is meg tudtak védeni, és akik eddig sem sérültek, és eddig sem lett semmi bajuk, hosszú éveken keresztül azért őket megvédték. És nyilván csinál csúnya dolgot az árvíz. Csinál csúnya dolgot a persze az árvíz, de itt egyfajta ártérről van szó, hát ha odaépítkezel, akkor nem tudom, vagy hogy ezen házak vagy szállodák építésénél volt-e szó arról, hogy majd később akkor 1500 fát kell kivágni, mert én nem gondolnám, hogy akkor szó lett volna erről. Lehet, hogy nem számítottak arra egyébként, hogy most én nem tudom, hogy ez egészen konkrétan ártérnek minősülő ez a rész, mert hogy persze, azért vagyok őszintén, hogy a Duna áradásai évről évre egyre durább. Igen, de az ártérnek az, ami tehát az ártér, abszolút, annak minősül, hogy ne. Uh-huh. Persze. Azért is fura, ugye azért is fura, hogy miért kell ezt így megvédeni. Mert van egyébként gát, csak ugye bejjebb van, persze. Tehát, hogy a Nánási úton, hogy mész, hát ott látod a gátat, ott így van. Ott van végig, ott van a gát, hát még bringával egy darabig mész is rajta, ott van Szentendre felé, ott a gát. Te a gát és a Duna közé építkezel, azt szerintem úgy hívják, hogy ártér. Uh-huh. Az egy nagy kérdés, hogy ki adott arra engedély, mert nyilván, hogy egyébként engedély nélkül biztos, hogy nem építkeztek, tehát nem, szerintem nem. Tehát, hogy nincsen olyan, hogy illegális, olyan van, hogy legális, meg van olyan, hogy illegális. Tehát azért szerintem illegálisan nem lehet felhúzni egy szállodát. Én is azt gondolom, meg egy házat se lehet, de akkor ugye ezt engedélyezték. Nyilván engedélyezésnél az volt, hogy elmondta az önkormányzat, hogy itt hamarosan lesz egy mobilgát, építkezzenek nyugodtan, biztonságossá tesszük a területet. És itt nem is azért, hogy ne legyen biztonságos, hanem arról van szó, hogy letarolsz egy több kilométeres vad, jelen pillanatban egy ilyen vad élővilágot, ami egy árteri élővilág. Maga állataival, madaraival, fájival. Szörnyű, az egész szörnyű egyébként, és tipikusan egy magyar történet megint. És hát sosem fogjuk megtudni valójában, hogy mi történt. Na, de minden esetre megkérdezzük azokat, akik nálunk ehhez sokkal jobban értenek, a levegő munkacsoporttól Bardóczi Sándorral elnök itt van velünk. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, szervusztok, üdvözlöm. Jó reggelt. Na, a legfontosabb, hogy ártérről beszélünk, ugye? Jól mondtuk, mi a beszélgetésünkben, a felvezetésben? Hát egész pontosan hullámtérről. Az árteret és a hullámteret azt különbözteti meg, hogy az ártérben van mentett ártér, a hullámtér pedig tényleg az, ami a gát és a folyó között van.
Jó, mit kell tudni erről a fakivágásról? Valóban arról szól ez a dolog, hogy illegálisan, fél illegálisan megépített, nem tudom, házakat, szállodákat kellene megvédeni ennek a mobilgátnak? Hát az a helyzet, hogy a hullámtérben elvileg illegálisan építkeztek, hiszen nem tartottak be minden előírást. Tehát a főváros az üdülő területté nyilvánította ezt a hullámtéri területet, viszont adott olyan kikötéseket, hogy például az állandó tartózkodásra alkalmas épület részeket azt a mértékadó árvízszint fölé kell emelni. Ezt vagy feltöltéssel lehet elérni, vagy pedig úgy, hogy lábakra építjük az épületeket. Ez nem minden esetben történik meg. És akkor most mi lesz tulajdonképpen? Mit tudunk? Tehát ez a 1500 fa sorsa megpecsételődött, kivágják? Miért nem lehet ezt a mobilgátat hátrébb megépíteni? Én azt se értem. Hát az a helyzet, hogy én több alkalommal próbáltam ilyen alternatív tervekre késztetni a fővárosi önkormányzatot. Szerintem még két más alternatíva is lehetne a parti mobilgáttal szemben. Az egyik, ami kompromisszumos, hogy tulajdonképpen a kerítés vonalban épülne meg egy olyan mobilgát, ami bevédeni ezeket a hullámtéri ingatlanokat is, de ehhez nyilván területet kellene átadni a tulajdonosoknak, és akkor így a köz is jól járna, és az ott tulajdonló tulajdonosok. És a másik alternatíva pedig a Nánási Királyok útja, ahol eddig is történt a védekezés. Igen, csak ugye az a Duna és a Nánási út között lévő területen, akkor meg elkezdenének kiabálni az ott lakók, ugye? Hát, szóval az igazság, hogy ott összesen legálisan 90 ember lakik, akik valamikor a 30-as években szereztek erre lakhatási jogot, a többiek azok üdülnek tartósan. Tartósan ott üdülnek. Igen. Történt arra a bármiféle kutatás, hogy milyen pusztítással járna ez, hogy kivágnak 1500 fát, ezt valaki vizsgálta egyébként? Hát nem nagyon vizsgálták, az a helyzet, hogy nagyon sokan használják például a Pók utcai lakótelep, vagy a Békés-megyeri lakótelep lakosainak, nagyon közel van ez a Dunapart, tehát rengetegen szezonálisan használják. Most képzeljétek el, hogyha ez árnyék nélkül történik, vagy pedig olyan rézsű kialakítással, amivel nem lehet megközelíteni a partot, tehát a tervezett állapot valószínűleg egy kövezett, meredek, fátlan Dunapart lesz. Nem készült el egy olyan, mert itt ugye a másik oldal azt mondja, hogy ők kerékpárutat tesznek ide, futópálya lesz majd, rengeteg zöld felület lesz. Te láttad ezeket a terveket? Mert hát, tehát nincsenek még tervek, ezek folyamatban vannak, és az az igazság, hogy nem nagyon tudom elképzelni, hogy ott rettentően lehetne fásítani. Ugye a fásítás eleve egy olyan dolog, hogy 40 év múlva látjuk annak a hasznát. A másik ügy pedig az, hogyha ott egy ilyen nyomvonal létesül egy mobilgát, annak a 10 méteres védőtávolságában nem lehet fa, mert hogy az rádőlhet a védekezés közben a gátra, és az nem tenne túl jót az árvízi védekezésnek. Illetve hát van ott egy nagyon erős nyomvonal, egy ilyen 1200 mm átmérőjű vasbeton cső, ami a Szentendrei szigetről szállítja Budapestre a ivóvizet, és ennek is van egy 7-7 méteres védőtávolsága. Tehát hogyha kettő ugye metszi egymást, de hogyha összeadjuk, akkor tulajdonképpen az egész partot lefedi. Igen, akkor az megkopasz végig. Most azt jól tudjuk, hogy 2014-ben is volt egy ilyen kérdés, vagy valami felmerült, hogy kivágják ezt a sok fát, és akkor úgy döntöttek, hogy nem vágják ki, és aztán most mégiscsak amellett döntöttek, hogy kivágják, és megsemmisítenek 1500 fát. Tehát ahhoz képest mi változott? Hát az változott, hogy 2013-ban a évszázad eddigi legnagyobb árvize tarolt, és ez megemelte a mértékadó árvízszintet majdnem egy méterre. Tehát kukába kellett rakni azokat a terveket, amiket előzetesen csináltak, és meg kellett emelni egy méter, vagy meg kell majd emelni egy méterrel ezt a védekezési vonalat, tehát teljes áttervezés van
ugyanúgy ki akarták vágni ezeket a fákat, akkor 800 fáról volt szó, most 1500. De hát akkor is sikerült megmenteni például a római Bakvinkumi lakótelepet, hát nem ment be oda a víz, nem? Nagyon nagy munka volt, nagyon hát sokan. A Nánási királyok útján természetesen védekeztek sikeresen. Na, tehát akkor tulajdonképpen amiről szó van, és azokat az embereket akkor is sikerült megvédeni, nem? Így van, így van. Tehát az az 53 ezer ember, akit azóta emlékeznek. Aki lakó, és meg kell védeni, azt a Nánási királyok útján eddig minden esetben sikeresen megvédték. Az, de hát akkor tulajdonképpen miért beszélünk a mobilkátról? Tehát egy ilyen nagy árvíznél sikerült megvédeni őket, akkor? Hát azért beszélünk, mert van egy 70 hektáros hullámtéri terület, aminek a telekára most ér x forintot, és hogyha megépül ez a mobilgát, akkor fog érni 2x-et vagy 3x-et. Tehát tulajdonképpen mi most közpénzből magántulajdonosokat dotálunk ezzel a mobilgáttal. Hát azért ezek fontos mondatok. Ilyen típusú beruházásnál, vagy ilyen horderejű faírtásnál, amikor tényleg ez érinti a lakosságot, a közvéleményt, mindenkit, ilyen tájépítészítő terveket, műszaki terveket nem kell a lakossággal és a közvéleménnyel ilyenkor megosztani? Arlós István azt ígéri, hogy majd nyilvános szemlére teszik a római karton a terveket. Itt az a probléma, hogy ez kiemelt állami beruházás lett, és a kiemelt állami beruházásoknál például a civil szervezeteknek nincsen olyan jogköre. Pontosabban lehetnek ügyfelek, és beleszólhatnak, de és akár fellebezhetnek is a tervekkel szemben, viszont ez nincs halasztó hatállyal a kivitelezésre. Tehát hiába mondod, hogy neked ez nem jó, nem tetszik, akár többen is, attól ugyanúgy elkezdik csinálni. Így van. Aha. Igen. Jó, mindjárt akkor várj egy picit, légy szíves, vonalba tesszük a másik oldalt is, jó adásba tesszük Egri Gábor, a Római Partért Egyesület alelnöke. Jó reggelt, hello! Szép jó reggelt! Jó reggelt. Hallgattad a beszélgetést, Gábor? Hogyha végét hallottam, hát a Baldóczi úrral nagyon örülök, hogy ismét összeakadhatunk a nagy nyilvánosság előtt, mert így akkor lehet eszmét cserélni, tehát a Római Part számunkra Budapest utolsó nyilvános szennyvíztelepe. Picit hangosabban lehetne, köszönjük szépen! Miért nyilvános szennyvíztelep a római part? Hát azért, mert 70 csatorna bekötés van közvetlen a Dunába egyik részről. Csatornázatlanok az itt lévő büfék, amik folyamatosan a szennyvízükkel a Dunai élővilágát hát nem hiszem, hogy táplálnák. Másrészt a területet az árvizek után folyamatosan fertőtleníteni kell. A fertőtlenítőszerek azok súlyosan terhelik a Dunai élővilágát és a terület flóráját. Amúgy hát az 50-es években kialakult ez a római part, kvázi mi annak hívjuk, hogy a római parti gettó, mert 54-ben egy homozsák sorral tulajdonképpen leválasztották a kerületről és Budapestről ezt a 70 hektáros területet, ami tulajdonképpen így nem hullámtér, mert jogilag nem hullámtér, ezt is sokszor halljuk, hogy a római part hullámtér, és minek védjük meg a hullámteret. Jogilag micsoda most? Ártér? Nem, üdülővezet. Tehát ez egy nagy telkes üdülővezet. Hogy épülhettek ilyen helyre szállodák, amiket most meg kell védeni? Igen, hát a Baldóczi úr folyamatosan itt előáll, hogy itt illegális, meg legális, meg féllegális, meg nem tudom milyen építkezések zajlottak. Én most pont elővettem a harmadik kerületnek az építési szabályzatát, ami előírja A-tól G pontig, hogy turista szállókat, panziókat, szállodákat, kulcsos házakat, kempinget, ifjúsági szállókat, üdülőházakat, üdülőtelepeket és társas üdülőket lehet a területen építeni, illetve meglépő üdülőépületeket lehet szállodákká átalakítani. Neked van ott szállodád, Gábor? Igen, nekünk van egy nagyon szép szállodánk, nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. 1700 és akkor ezt is megvédeni a mobilgát? Nem, saját mobilgátunk van, tehát nekünk nincs szükségünk elvileg a közgátra, tehát mi saját magunk védekezünk, 1750 forintos építményadót fizetünk. De hát ha tudtátok, és a többiek is... Bocsánat, tehát 1750 forintos építményadót fizetünk per négyzetméter, ami az ország legmagasabb építményadója. Ugye nagyon sokszor felvetődik, hogy itt közpénzből épül kell, hogy gátat építsünk, hát a területen lévő tulajdonosok már több gátnyi adót befizettek a közbe. Tehát mindenképpen meg kell oldani 55 ezer ember árvízvédelmét, aminek helye és lehetősége kizárólag a Dunaparton van, tehát ott kell megépíteni, mert ott van rá lehetőség. Amikor ezek a szállodák és ezek a házak épültek, akkor szó volt arról, hogy később majd fákat kell kivágni?
Hát tulajdonképpen a római part, a nem azért hívjuk római partnak, mert a római kor óta ezt beépített. Tehát ez egy teljes mértékben urbanizált terület, ez Budapestnek a része. Tehát az olyan, mint hogyha a belváros most leválasztanánk és külön kezelnénk. Tehát ez egy városiasodott terület, ami már be van építve, be volt építve a 18. század óta. Tehát az, hogy fákat ki kell vágni, ugye azt sem mondja el a Bardóczy úr, hogy a parton lévő gátépítés esetén sokkal kevesebb fa esik áldozatul, mint hogyha egy más nyomvonalon, tehát mondjuk a terület mögött, és véglegesítenénk ezt a gettós állapotot, építenénk bármiféle gátat, ahol műszakilag ez nem kivitelezhető. Tehát ezt a gettós állapotot én nem tudom azért, hogy közben a budapestiek mennyire érzik, akik kimennek, ott vannak, szabadban, zöldben, sportolhatnak, élvezhetik az élővilággal a találkozást. Hát élővilággal, azt szoktuk mondani itt egymás között, hogy a barna macikat lehet fogdosni itt a római parton, Budapest utolsó fővenyes, ugye ezt is szokták mondani a Bardóczyra, itt meg fog szűnni Budapest utolsó fővenyes partja. Tehát a barna macikat... azért ne általánosítsunk, szóval a római parti gettónak hívni sok ezer ember szórakozását, azok, akik oda kijárnak, én is kiviszem a gyereket, nem a gettóba járok a gyerekkel, hanem a római partról egyébként süt a nap. Rengeteg fa van. Bocsánat, ezek az emberek nem gettóba járnak, hanem szeretnének nem jó levegőt szívni még. A római parti gettónak hívni ezt picit talán erős. Bocsáss meg Balázs, nem azt mondtam, hogy az emberek gettóba járnak, hanem ez a 70 hektár gettósítva van, tehát azért ez egy kicsit más jelent. És mi lenne, hogyha megoldanák a csatornázását ennek a területnek? Tehát kijöttök a partra, egy ilyen 1,20 méter vízállásnál lehet látni a 70 csatorna bekötést, és akkor a gyerekek ott kavicsot dobálnak, közben a barna macik fedik be a partot. Utána az egész partot árvizek után fertőtleníteni kell, ami azt jelenti, hogy a forrás... Ez mindenhol így van, árvíz után mindenhol fertőtleníteni kell? Nem lehet fertőtleníteni, mert tehát a Tudományos Akadémiának is prezentáltuk mind a jogi, mind a környezetvédelmi szempontjait a római partnak, és 10 akadémikusból 9 azt mondta, hogy igen, a római parton a gátat a Duna partjára kell építeni. Tehát egyrészt a jogi környezet, másrészt pedig a környezetvédelmi szempontok alapján csak egy helyen lehet gátat építeni, az pedig a part éle, máshol ez nem kivitelezhető. Sándor, mit mondasz erre? Hú, hát nagyon sok minden volt, és közben megszakadt a vonal. Csak néhány dologra tudok reagálni, amit tényleg hallottam. Az egyik ez a 70 csatorna bekötés. A hullámtérnek egy jelentős része az csatornázva van. Néhány bekötés valóban van, viszont azt tapasztaljuk, erre egyébként a Dunakutató Intézet is rámutatott, hogy a Duna vize folyamatosan javul. 2012-ben volt egy Duna virágzás, és azóta évente van. Ez egy kérészfaj, ugyanolyan, mint a Tisza virág. És mi hihetetlen érzékeny? Egy indikátorfaj, ami azt jelzi, hogy javul a vízminőség. Tehát én azt feltételezem, hogy egy évtizeden belül lehetséges lesz újra fürdeni a római parton. Nyilván a csatornázás egy probléma, de szerintem a csatornázás csatornával kell megoldani, nem munkagáttal. Gábor, az ott lakókat valaki erről megkérdezte, egyébként a római parton lakókat, akiknek ti most a nevében mondjátok, hogy őket meg kell védeni. Az akvinkumi lakókat, akik ott laknak, őket megkérdezte bárki erről, hogy akarnak-e mobilgátat? Ezen a területen 50 családi ház van, tehát 50 lakos van, és nagyon nagy üdülő épületek vannak. Én most nem az 50 lakosról beszélek, hanem az ott élő 55 ezer emberről. Hát őket megkérdezte valaki? 55 ezer embernek biztosítani kell az árvízvédelmét, ebbe gondolom. Azt én értem, csak a kérdés az volt, hogy őket, akik ott élnek nap mint nap, őket megkérdezte valaki erről, hogy ők szeretnék-e a mobilgátat? Hát elmondom neked, hogy most a legutóbbi önkormányzati választásokon indultunk, és nagyon-nagyon sok szavazatot kaptunk. Aha, nem ez volt a kérdés, hanem az ott élő 55 ezer embert megkérdezte valaki arra, hogy akarják-e a mobilgátat. Most ezt gondolom, ez a kérdés nem jól van feltétlenül. Miért? Most arról szavazunk, hogy kell-e árvízvédelem 55 ezer ember? Nem, arról, hogy az 55 ezer ember, akit érinthet elvileg az árvíz, és akinek a valódi lakóingatlanát az árvíz veszélyeztetheti, ők akarják-e a mobilgátat? A kérdés erre vonatkozik. Hát én szerintem erre a válasz 55 ezerszer igen. De megkérdezte őket erről valaki? Hát erről nincs mit, miért kéne megkérdezni. Hogy akarják-e a mobilgátat? De hát ne haragudj, de arról kell kérdést feltenni, hogy szeretnék-e árvízvédelmet? Szerinted nem, mit választolnának? Tehát akkor nem volt ilyen kérdés, nem kérdezte meg őket senki. Most miért kéne megkérdezni? Hogy akarják-e a mobilgátat?
reagálni. Most arról szavazunk, hogy a hármas metróra szükségünk. Nem, szavazzanak, hogy mik kellenek nekik, egy ilyen fás, természetes közeg, ahova kijáratnak a gyerekeikkel jól érezni magukat, meg kis levelet szívni, meg ilyesmi, vagy pedig mobilgátat, aminek a következtében kivágnának egy rakásfát. Nem jó a felvetés, mert a mobilgáttal együtt mi fog kilakulni a római parton. Tehát az a baj, hogy arról vitatkozunk, amit még nem látunk. Tehát mi, amit mi támogatunk, és ami mi kiállunk, az valóban a Bardóciékkal egy bizonyos szempontból egyetértünk. Tehát mi egy zöld partot akarunk, ahol sétány, bicikliút, mozgáskorlátozottak igénybe tudják venni a partot, futópálya legyen. Ez pedig csak akkor lehet kialakítani, ha van árvízvédelem. Ha Duna jön és megy, ezt nem lehet kialakítani, értem, mert a Duna viszi és hozza ezeket a dolgokat. Azt hát kérdezem meg, hogyha ilyen rossz a terület római gettónak hívott te is, és ennyire rosszak ott az állapotok, akkor miért építettél oda szállodát? Hát most az, hogy mi miért építettünk szállodát... Nem, csak kérdezem, hát azt mondtad, hogy római. Ez egy rossz felvetés, mert rajtunk kívül még 6 szálloda van a római parton. Tehát kb. 1000 ember dolgozik ezekben a szállodákban. Tehát másrészt pedig mi a saját árvízvédelmünket, saját költségünkön megoldottuk. Tehát ez jogos, ezt én értem, abszolút. Ez így van valóban. Tehát ezt én csak kérdezem, hogyha így hívtad, vagy így apostrofáltad magát a római partot, akkor miért épülöd a szállodát? Na, csak kérdezem, hogy egy ilyen típusú beruházásnál nem kellene a lakókat és az ott élőket is megkérdezni? Nem egy jogos felvetés, hogy hagyd döntsenek ők is arról, hogy szeretnék ezt a dolgot? Én úgy gondolom, hogy akiket mi megkérdezünk és akikkel mi kommunikálunk, és objektíven elmondjuk a tényeket, nem úgy, mint a Bardóciék, és én úgy gondolom, a levegő munkacsoport is félre van vezetve a Bardóci félinformáció alapján, akkor minden ember 99,9%-kal úgy azt mondja, hogy igen. Tehát az önkormányzati választásokon Békás megyet, egész kerületet bejártuk, én személyesen mentem lakásokra, lakásra, és az emberek 99%-a azt mondta, hogy igen, egy rendezett kulturált római partot szeretne, ahol babakocsit ki tudja tolni, ahol a biciklivel rendesen végig tud haladni, ahol vannak zöld területek, sétányok, normális mosdók, WC-k, ahol esetleg futópálya van, parkok vannak, parkosítva van, és ezt szeretné itt 55 ezer ember, mind a Kók utcai, mind a Békásmegyeri lakótelep ilyen kulturált környezetbe akar kijönni nap, mint nap. Tehát akik nagyon sokan a rómaira kijönnek havonta egyszer, vagy fél évente egyszer, nosztalgiából, azok nem látják azokat, nem érzik át azt a helyzetet, és azokat a dolgokat, amit mi a 24 órában itt a parton tapasztalunk. Tehát akik ezt becsöngettél, azok támogatják 1500 fa kivágását. Nem, a római partnak a rendezését támogatják. Amiben benne van 1500 fa kivágása, nem? De Balázs, megint nem jó a felvetés. Tehát 1500 fát kell a parton kivágni, akkor... a parton épül a mobil fal, és hogyha a királyoknánási nyomvonal, amit a Bardóciék mondanak, akkor lehet, hogy 5000 fát kell kivágni. Bocsánat, erre reagálhatok? Sándor, igen. Nyugodtan reagálhatok. Tehát ezek a számok sajnos nem igazak. Hogyha a nánási királyok útján megerősítenék az árvízvédelmi vonalat, akkor körülbelül egy olyan 100-200 fát kellene kivágni. Ezeknek a jelentős része a gáton fölmagzott zöld ivar. Míg a parton egy természetes vegetáció van, ez az egyik. A másik, mi megkérdeztük a budapestieknek a véleményét, igaz, nem egy reprezentatív közvéleménykutatást csináltunk, de több mint 2000 ember válaszolt nem irányított kérdésekre, és ebből körülbelül a 90%-a nem támogatja a parti nyomvonalat. A többiek a nánási királyok útját támogatják. Én úgy gondolom, hogy valóban meg kellene kérdezni a budapestieket, és kellene csinálni egy reprezentatív közvéleménykutatást, hogy mi a véleményük erről. Hány éves fákról beszélünk? Bocsánat, azt kérdezem meg, mert fogalmam nincs. Hát ugye a parton egy puha fás vegetáció van, ezeknek az átlag életkora 40-50 év. Ezek folyamatosan cserélődnek, mert hogy ezek pionírfajok. Ez a jellemző rájuk. Tehát nem az életkoruk a fontos, hanem az, hogy milyen életteret biztosítanak az ott élő lényeknek. Gábor, bocsánat, még mondani akartál valamit. Nagyon. Tehát azért örülök ennek a nyilvános beszélgetésnek, mert rá tudunk arra mutatni, hogy a Bardóci folyamatosan hazudik. Tehát a Nánási úton, hát kérje ki magának, tehát a Nánási úton védett fasor van, ezt pontosan tudja a Bardóci. Azt pontosan tudja, hogy a római parton valóban magról nőtt fák vannak.
Bocsánat, csak egy valaki beszél, igen, mert igen. Tehát a Bardotti azt is pontosan tudja, hogy a parton magról nőtt fák vannak, és a 60-as éveknek a képeit előveszik, vagy akár a 70-es évek képeit, amikor az átkozott szocializmusban, hogy a munkásosztály használta a római partot nap mint nap, ez a part rendben volt tartva, mert nem volt világútlevelünk, és a part volt az egyetlen olyan kikapcsolódási lehetőség és Balaton, ahol a magyar állampolgárok lejárhattak, és ez a part rendben volt rakva, nem voltak fák. Ugyanis ha megnézzük a partot ma is, a fák honnan nőtek ki? Hogy keletkeztek a fák? Tehát itt lemegyünk a partra és végignézzük, a parti beton védművek. Ez nem lehet egy érv, hogyha nem voltak fák, most se legyenek, szóval azért... Ez... Levágták, kivágták, nem engedték őket, mert itt csónakházak voltak, csónakleresztők, több tízezer ember vette igénybe a partot, és a parti védműből nőtt ki a fa. Hát tessék ide lejönni a rómaira, tessék fáradtságot venni, és itt körbejárni a dolgunkat. És ez is mutatja a demagógiáját a Bardotti Sándoréknak, hogy folyamatosan félrevezetik a közvéleményt, félrevezetik a sajtót, és nem jogszabályokra hivatkoznak, hanem emocionálisan félrevezetik a lakosságot. Jó, hát köszönjük szépen, Gábor. A Sándor még egy mondatban reagáljon, és aztán mennünk el hírekre. Én azt hiszem, hogy mind a két oldalt meghallgattuk. Aztán mindenki dönt majd. Én kikérem magamnak ezt a hangnemet. Én úgy gondolom, hogy ha valaki megnézi például a Fortepánnak a két összeállítását a római partról, 50 évvel ezelőtt is voltak ott fák, ezek valóban magról nőnek, ugyanis ez a természet. A természet így működik a Duna mentén. Jó, hát köszönjük szépen, nekünk sajnos nincs több időnk, de reméljük a legjobbakat tényleg. Mi egyszerű ott élők vagyunk, civilek vagyunk, én harmadik kerületi vagyok éppen jelen esetben, a gyerekkel vagyok ott rengeteget, mint ahogy más 20-30-40-50 ezer ember, akik szeretnének egy kis jó levegőt szívni, ott lenni és jól érezni magukat. Hát, én meglátjuk. Szeretném, hogy egy egészségesebb és zöldebb partunk legyen. 1500 fok kivágásával. Legyen ez a végszó. Köszönjük. Köszönjük szépen mindkettőtöknek. Jó munkát. Köszönjük Egri Gábornak. Köszönjük szépen Bardotti Sándornak. 3:48 lesz pontosan 5 perc. Már bonyolult történet, mi ezt tudtuk. De kell aztán azért erről beszélni egy kicsit, szerintem nem egyszerű. 3:48 lesz 5 perc, van, jövünk Ákos híre után. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:48 múlt pontosan 4 perccel, M86-oson a 88-as kilométernél mindkét irányba mérnek Bence küldte nekünk Balaton-Almádi, Balaton-Fűszfő között a 60-as tábla, és egy 30-as barna, egy háromlábú társaságban drága portrét készít Jócus. Nyugodtan fogalmazzátok meg egyszerűbben a közlekedés híreket, jó? Próbáltam összerakni a 30-as barnát a 30-as táblával. Egy 60-as tábla és egy 30-as barna. Tehát, egyszerűeket küldjetek, az nekem megkönnyíti az életemet, jó? Ez egy érdekes beszélgetés volt. Reméljük, hogy próbálj kontra, azért ez a dolog megoldódik. Én mindig csak azt sajnálom, hogy én ezt az oldalt, azt az oldalt is értem, persze mindenki a saját igazát mondja, de hogy mindig a legfontosabb elem az ott lakók vannak így valahogy van, kihagyva. Ha ők erről valóban meg vannak kérdezve, bele vannak vonva, tudnak róla, mi történik, akkor az egész teljesen más. Nem? Ráadásul tényleg a tendencia az, hogy mindenhol fákat építenek, telepítenek, ültetnek, és védik a zöldövezetet, és valahogy nálunk ez Budapesten, mintha nem élveznek. És a már meglévő értékeket védik. Így van, hát kár. De hát meglátjuk, hogy ez a dologból, mi megszólaltatuk mindkét oldalt. Valójában tényleg senki más nem számít, csak az ott élő emberek. Az átmenő forgalom, meg az adhok jelleggel, alkalmanként ott, mit tudom én, lángosozó, hekező emberek fontosak, de a legfontosabbak tényleg azok, akik nap mint nap ott élnek, ott laknak. És ott élik az életeket. Sem mindegy, hogy kultúrált környezetben eszed a hekkel. Igen. Nyilván igazad, hogy évente kétszer kimegyek, akkor az nem olyan, mint aki minden nap. Hagyjuk ezeket a célirányos felvetéseket a kultúrált környezetben. Játszunk egy jó kis játékot. Már is itt van a játékosunk. A kérdés, mit mond óram? Visszafelé beszélünk. Lészhebb élet a szív. Hozzájállat, élet a szívben. Aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. De vásigyellán, mime? Aki válaszol... Halló, jó reggelt! Sziasztok, Dóri vagyok. Szia, Dóri! Hello, Dóri, hello, honnan hívtál minket? Szemgálon lakom, ez itt van Veszprém megyében, Veszprémtől kb. 20 kilométerre. Nagyon jó hely. Így van. Jó, de vidám vagy, mi szeretjük a vidám hallgatókat. Hát ez úgy volt igazából, hogy zuhanyoztam, kiugrottam a zuhany alól, eszembe jutott az SMS, gyorsan megírtam vissza, és úristen, hát egyszer én is dobhatok 6-ost,
Hát úgy tűnik, hogy dobtam. Tehát ott álltál a zuhanyból kiugorva, vizesen, Westernről, írtál egy SMS-t, gyorsan elküldted, majd visszamentél zuhanyozni? Konkrétan így, igen. És akkor Anna hívott, akkor újra a zuhany alól rángatott ki téged? Nem, akkor már kint voltál. Már végeztem. Igen. Álltál a zuhany alatt, rám gondoltál, kiugultál a zuhany alatt, megírtál egy SMS-t. Köszönöm. Dóri fölüvöltött, mi lehet most Jánsuával? Írom neki egy SMS-t, jelentkezem Jánikra, hagyj halljam a hangját. Kellett neki egy mogyorókrémes kalácsot. Kérlek, ha már itt tartunk, mi van rajtad? Mi van rajtam most? Ugyanaz, mint tegnap, meg tegnap előtt. Egy kis szímos pulcsi. Egy fázósabb vagyok itt. Ma fölvett talán egy jégeralsót, és egy ugyanolyan seszínű, ilyen bolyhos-molyhos pulóver. Most három réteg ruha van rajtam, de annál izgalmasabb a kicsomagolásom. De ami alatta van. Ó, hát az egy gyönyörű 30-as férfi test, pedig 45 vagy. Így van, így van. Dóri, te mivel foglalkozol? Én újságíró vagyok, vagyis az leszek, nagyon remélem, hogy hamarosan, mert még csak kötött babaszütővel járok. Mit szokott mondani ilyenkor, Balázs? Mit szoktam mondani, nem tudom. Amikor előadásokra mész, ne csinál, ne. Nem, az újságírás nem. A tévés rádiós műsorvezetésre szoktam, aztán az újságírásra nem mondom. Milyen újságíró tényleg? Tehát az újságírás melyik ága? Az életmód. Életmód. Az jó. A szívem csücske, így van. És egyébként nagyon-nagyon sok témátok volt már, amit utána feldolgoztam. Például most legutóbb ez a kakaós. Az pont tegnap jelent meg. A kakaós. Segíts egy kicsit. Amikor Gábor ugye nálatok volt, és elmondta, hogy miért nem jó, hogyha a gyerekek kakaót isznak reggelire. Igen, beszéltünk erről a kakaóról. Igen. És ez annyira jó téma volt, hogy ezt muszáj volt meglovagolnom. Úgyhogy ennyi. Nem vagyunk irigyek, nyugodtan keresél pénzt belőlünk. Hát ez csak egy 10%. Igen. Ahogy látom, a bors is belőlünk él már hosszú ideje, úgyhogy... Ha ott az egyik rovatvezetőnek vagy heti szerkesztőnek nincs ötlete, akkor gyorsan tegyétek címlapra a Balázsokat. Igen, csavarjuk ki a tegnapi témájukat, tegyük címlapra. Igen. Ott valakinek olyan jól fizető 4 órás állás, a 6-tól 10-ig hallgat minket is. Igen. Jó, hát gyerekek, a Köves Lacinak fájna az élet, akkor morfiumozni kellene. Szóval, ha az élet utálata fájna neki, akkor már erősen morfiumra kellene tenni. Akkor egész nap egy bőrszínyon harapna. Na, mutatjuk, hogy miről is, illetve hogy pontosan miből tudsz választani. Van még városunk, híres emberünk, szólásmondás és állat. Az ne kérdezd, hogy szerdán miért van még 4 lehetőséged. Ezt én sem tudom, de most 4 van. Jó, akkor az állatot szeretném. Az állatot? Ja, de az volt tegnap. Az hópárt. Jó, azt de, így van. Most mégis jól tudtam. Tegnap volt a hópárt. Az állaton kívül mit választanál? Az állaton kívül város van, híres ember vagy szólásmondás. Válasz gyorsan valami. Szólásmondás. Akkor legyen a szólásmondás. Szólásmondás. Így szól, figyelj. Indítjuk az órát. Kos a trágem si lóboly. Atyaisten, si lóboly. Ha ezt kell megjegyezned, vagy visszafordítanod, és akkor már is menni fog. Jóból is megártasod. Ennyi, hát de jó vagy. Egy hallgatás után, érted? Nem kértem a másodikat, a harmadikat. Szép volt, Dóri. Ha igen. Hát köszönöm, már megérte, fel kell, nem? Megvan az ajándékcsomag, gratulálunk, ügyes vagy, tényleg. Köszönöm szépen. Szeretjük a vidám hallgatókat. Dóri, küldjük neked, köszi a játékot. Köszönöm, jók legyetek. Puszi, ciao, hello. 5 perc van pontosan, 8 óra jövünk Ákos hírei után. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 8 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, folytatjuk már is a reggelt, és vannak friss közlekedési híreink is, amik egészen frissek, melegek. Még M7-es Velencei PN-nél a gyalogos hídon van egy trafi Siófok felé. Dávid 94 küldte nekünk. Debrecen közelében a 47-es kilométernél a korábbi kamionbaleset miatt műszaki mentés zajlik, félpályán engedik a rendőrök a forgalmat, Galaxis Gabi küldte nekünk. Köszönjük szépen. M0-ás Dunahídon most döglött meg egy tranzit a szélső sávban, sokáig nem lesz ott szerintem, egy kamion ugyanis letolja. Oh. Atyaisten. Balázs küldte nekünk, hú, valami nagyon nagy baleset volt tegnap is az M0-áson, ott az Anna egyéb ilyenőt mondtuk, ott valami két kamion ütközött, óriási baleset volt. Ma láttam pont a képeket.
M88-88-as kilométerénél mindkét irányban mérnek, ezt Bence küldte nekünk. Eger Baktán az Eger felül érkezőket egy háromlábú felügyeli, ezt Tom írta nekünk ott is, vigyázzatok, valamint nem jár a kettes villamos, János ennek mindjárt utána néz, hogy mit ír a BKK. Ha érted, Jani, mire gondolok? Igen, én az Eger Baktán gondolkodom. Az Eger Baktán. Azt, jól elkapták a egész Eger Baktán. Mindenkinek jó lehet, igen. Nézd már meg, légy a kettes villamos, hogy mit ír a BKK. Természetesen. M3-as Budapest felé, őz van a kerítésen belül, csak írjátok meg, hogy hol. Köszönjük szépen. M7-es 88-as kilométerénél készülnek fotózni Siófok irányában, ott is lassítsatok. Valamint azt nézem, hogy elakadt busz van a Margit hídon Budáról Pestre, és emiatt torlódás várható. Szentendrei út befelé halál, nincs különösebb oka, egyszerűen csak nagy a dugó. Köszönjük szépen! Életem, János? Életem passzív párjának, a BKK-nak a Facebook oldalán azt látom, hogy semmi friss információ nincsen. A legutóbbi poszt az 13 órával ezelőtt került fel. És akkor még ez a kettes villamos rossz volt? Mert semmi. Azóta nem megy, akkor semmi, nagy baj van. Semmi, semmi. Pedig nagyon jó kapaszkodó egyébként ez nekünk nap mint nap, úgyhogy ha valaki azok közül, akik ezt a BKK Facebook oldalt üzemeltetik, hallják most, akkor tényleg rakjatok fel mindig nagyon gyorsan, mindig friss információkat, én mindig nézem, és akkor bemondjuk, és akkor hirtelen tudni fogja ezt egy pár száz ezer ember, úgyhogy azért van ez az oldal, nem? Hát akkor meg... Hát de, voltál tegnap az M1-M7 közös kivezető szakaszán, mondtad, hogy fölavatod. Voltam, és kacérkodtam a gondolattal, de nem mentem bele. Nem mentem bele, a római partra jöttem pont egy edzés után, és ott mentem el az aluljáró mellett, és nem volt erőm belemenni. Késésbe voltam, mennem kellett, fáradt is voltam, és mondom, én most elkeveredek valami aluljáró rendszerbe, csak azért, hogy utána visszaforduljak a bevezető M1-M7-re, a Petőfi irányába elmenjek, megint megforduljak, és másnap elmondhassam, én is öregszem. Mondom, már nem vagyok a régi rádiós, mondom, ezt még pár évvel ezelőtt még simán, csak azért, hogy legyen egy fél jó megszólalás, hogy ott bolyongtam a frissen átadott M1-M7-es bevezető-kivezető szakaszán. De nem, egyszerűen nem volt erőm. Ott mentem el mellett, és aztán mentem ki Török Bálint felé. Nem volt erőm belemenni az aluljáróba, de gyönyörű egy. Gyönyörű. Mi nagyon szép. Tartottunk a Somával, mert 6 éves lett a híme állat, elhoztam az óvodából. Délben mondom. És ezt kérte a gyerek, hogy nézzetek meg egy aluljáró. Képzel, de nem, elmentünk Velencére, és ugye arra felé unja már lehet a tót. Menni. Igen, már az teljesen kész volt tőle. Apa valami épített értéket nézzük meg. Ahhoz képest, hogy mondjuk két hete mentél, és mondjuk hétköznap délben mentél ott, és mozdulni nem tudtál, hát figyelj, suhansz, van a, ha mész a kifelé tartó sávon, bal oldalon el tudsz menni ki az M1-M7-re, és három sáv van, ami megy Gazdagrét, egyes út, visszafordító, olyan high-tech lett az egész, én nem szoktam örvendezni az ilyen tényleg épített környezetnek, ami így betonból van, meg hát gyakorlatilag a közlekedést szolgálja, de ez most egész egyszerű, és így mentél ki rajta, sehol senki, tök nyugi, és nagyon-nagyon jól néz ki, hogy a funkciójában mennyire lesz jó, azt nem tudom, mert én sem mertem lemenni. Ugyanígy voltam, mondom, ugye? Hogy az bevezet oda a Gazdagrét alá egy mélygarázsba, érted? Igen, beállunk egy B pluszerbe, egy föld alatti városrendszerbe, bolyogunk. Gyerekek, hova tovább? Kiderül, hogy a föld alatt lakótelepek, mélygarázsok, üzletsorok, plázák sorakoznak majd. Katakombák, temetkezési helyen. Igen, régi várak, egy három multiplex moziterem, hát ki akarna most oda bekeveredni? Nem volt erőm, de majd felfedezzük, illetve hallgatunk úgy is megírják, hogy hová visz az a titokzatos alagút ott az M1-M7 ki- és bevezetőjénél. Megírják majd nekünk, és akkor tudjuk mondani. Na, láttátok az úszó EB-nek az új plakát terveit, és a véglegeseket? Hát gyönyörűek, szépek. Jobban, csak egy mondat erejéig mondjuk meg, hogy mi azért az előzőt. Nem, a tehetség hiányzik. Elkésztük, bántottuk, de hogy ez fantasztikusan jó lett. És klassz, és szép, és jól néz ki. Hát elképesztő. És megnyugvással konstatálja az ember, hogy jól van. Hú, jó. Gyönyörű. Hálastunk, megúsztuk. Ugye, hogy a vizes VB-n szólnak ezek a plakátok, és mindegyik nagyon-nagyon szép lett. Jók, jól néz ki, dizájnos. Így van. Jelek, az minden. Edzőjel, ugye, amiből ebből a kis ívből, a hullám ívből lesz a síp. Tehát, hogy ez a legnagyobb plakáter, vagy legkomolyabb plakáterektől kezdve egészen, mondjuk a belépő kártyákig, belépőjegyekig, minden gyönyörű szépen összesimul a dizájn. Tényleg jól néz ki. Igényes. Igen, tényleg jó lett, úgyhogy mert gratulálunk azoknak, akik csinálták, gyönyörű lett. És úgy kell csinálni, most már rájöttem. Nem festéket tüsszentettek a papírra. Az első az dermesztő volt, de... Tessze! Be, Józsi, nem is rossz. Lejárt a határidő. De jó lett. Várjál, nem száradt meg, nem baj. Nem, tényleg jó lett. Igen, csináljuk úgy ezután az ilyen tervezéseket, hogy ne kérjünk fel embereket, mert ez is ugye úgy zajlott, hogy önkéntes alapon. Igen. Csinálj, te így dob föl, hogy figyelj,
csinálnánk egy, nem tudom, egy olimpiát, vagy valamit, egy kerékpáros, csinálunk egy Tour de France-ot Magyarországon, az mondjuk igen, van, igen. Mindegy. Igen. Hát tudod, hogy egy vizsga feladatnak indult egyébként ez egész, amit te is mondasz, hogy egy iskolai vizsga feladatnak indult, és ugye hát ez lett belőle, hogy a jövő év Budapest vizes VB hivatalos arculatát tervezte meg egyébként a srác, és a művészeti iskolában cserébe ingyen tanulhat tovább. Nagyon tehát jó. Ez a történet. Egyszer csak ő csak úgy ezt megcsinálta, és mindenkinek baromira tetszik. Amit te is mondasz, az versenyzői, az edzői külön kis jelekkel. Nagyon jó. Szóval tényleg jó lett. Gratula. Na, egy nagyon helyes kis történettel készültünk erre az órára, ugyanis találtunk egy nénit, aki 13 éven keresztül spórolt élete autójára. És hát ha kimondjuk azt a szót, hogy spórolás, akkor egyfajta kollektív tudat állapot bontakozott ki előttünk, mert hogy szerintem nincs olyan ember, aki valaha ne spórolt volna valamire az életében. Vagy akkor, amikor gyerek volt, vagy akkor, amikor felnőtt, hát szüleink, szinte az egész életüket így élték le, nem? Hogy spóroltak, beosztottak, plusz munkát vállaltak és tervezgették már januárban, hogyha minden nap persejbe dobnak 100 forintot, akkor majd el igen. tudnak menni valóban nyaralni. Akkor vagy ha 10 év múlva be tudják fizetni az első részletet az 1000 öcsire. Na, a néni nagyon helyes, 13 évig spórolt egy Subaru-ra. Na most azért, aki ismeri, az egy Subaru-ra. Igen, 46 000 euróért megvásárolta a 300 lóerős Subaru VRX-et. Üsd be, hogy Subaru VRX, nem akár. Ez egy komoly rally autót csinálnak belőle, az egy, azt hiszem az a négykerekes, nagyon óriási. Kemény. Mikor és hol kaptál? Hány éves a mama? Igen, és lehet eltartásit kötni a mamával. Mi a nyugdíj, ugye? Azt 81 éves, lengyel nénikéről van szó, szóval baromi helyes a történet, ő imádja a gyors kocsikat. Régebben volt Opel, BMW, Mazda, Honda tulajdonosa is volt, de neki egy Subaru Impreza volt egyébként a nagy álma, és azt mondta, hogy rendben van, 13 évig ő gyűjt. Félretette a pénzt, és végül is meg tudta venni a 300 lóerős Subaru Imprézát. Ő Katowice-ben él, naponta ül a volán mögé, és imád furikázni a kis sporolt járgányával. Aha, Katowice. 81 éves, hát nagyon szeretem. 81 éves. Jó. Máshová is el szokott utazni. Évente nagyon durva 10 000 kilométert vezet. Hát azért az számolt ki, hogy azért a néni nem megy hatalmas nagy távokra az évi 10 000 kilométerre. Elmész a piacra, a Subaru-val beparkoztod egy ilyen kininces oldalsó parkolással. Na de nem így kell élni 81 évesen, hogy legyenek álmaid, nem? Amik meghosszabbítják az életedet, életben tartanak. És hát ez is borul 13 éves, tehát 13 évig, tehát azt jelenti, hogy ő kb. 68-69 évesen mondta, igen. hogy nekem egyszer lesz egy Subaru-m. És lett. Akkor sem volt már tinikorú. De gondolj el, amikor ezt így bebonta. Igen. Karácsonykor az ünnepi asztalnál. Tehát, hogy mi volt ebben az esetben a katalizátor? Tehát, hogy ragadhatott be neki ez a dolog? Mert én egy picit csalódtam, amikor kimondtad, hogy Katowice, meg is csak utána néztem, hogy 300 ezeres városról van ugye szó. Tehát, hogy mert egyébként én úgy képzelném el, hogy ül kint mondjuk egy kis falucskában, kint a kapu előtt a pad mellett jobbra, vagy a kapu melletti lévő padon jobbra vagy a balra, és utána egy rally versenyt rendeznek ott évente egyszer. És akkor így és azt mondta a néni, hogy ő is szeretne egy ilyet. Egy ilyet szeretné. Nem, szerintem tudod, hogy karácsonykor ő ült az asztalnál, és 68 éves volt, és 60 éves volt, és 60 éves, minden karácsonykor megkérdezték 68 éves körék, hogy mama mit szeretne? És mondta, egy Subaru Impreza. Mama, jó, de most nem akkor nem egy új sálat? Mit vagy mondod, mama? Egy szobanövény. Subaru. Szeretnék egy Subaru Imprezát, és így a gyerekei, az unokái legyintettek, hogy mama, oké, persze, szeretné Subaru Imprézet jel. Mama várt 8 évet, 60 éves korától 68 éves koráig, majd 68 éves azt mondta, hogy rendben van, oké, nem vettetek eddig és nem tovább, elkezdek spórolni. És a kicsi apró kis nyugdíjából, plusz munkákból, minden hónapban egy picit félretett. Mire gyűjt mama? Tereza, add be a mamának a gyógyszerét, hogy ennyi félrebeszél. El a kezekkel a perselyektől, a Subaru-ra gyűjtök. És gondold el a családot, hát gondold el, hogy ők valószínűleg erre legyintettek, mert hogy nem vették meg neki, nem segítették, a mama azt mondta, hogy ő ezt egyedül spórolta össze. Az még egy zlotyit kiveszem a perselyből, eltöröm a kezedet. Nagyikám, mire gyűjtesz Subaru-ra? Ugye, abszolút nem életszerű a dolog. Azt mondja, hogy egyébként az autó fenntartása nem olcsó, de a megtakarításaiból futja erre, illetve ez az egyetlen szórakozása, amiről nem hajlandó lemondani.
azért az megvan, hogy felköti a kis hajráfját, felveszi a kis cipőjét. És ott a szomszédok. Képzeljétek, amikor meghalasz egy ilyen autót, és azt hiszed, hogy valami kopasz, hogy kigyúr, tudod, kikönyököl belőle, és egy mama ül benne 81 évesen. Hát nézd rá, nyom egy üveget föltolja. Nyom egy kövéret a pirosnál, vagy a zöldnél, és annyira durván ott hagy egy ilyen Subaru rálás, ez egy könnyű testű autó, viszonylag könnyű az autó, tehát ezek iszonyatosan mennek. Iszonyatosan. Van róla fotónk is egyébként a néniről, ahogy áll az autó mellett, és hát ugye ez a klasszik szőrös sapka van rajta. Sajnos a mamusz lemarad, de szerintem az van a lábán. Na, számoljunk egy kicsit. Azt mondja, hogy 13 évig spórolt rá. Hogy jön ez ki tulajdonképpen? Hát, tehát akkor ugye hány ezer? 46 ezer euró. 13 év felé te vagy. Majdnem 4000 euró egy évben. 4000 euró egy évben. Igen. Az azt jelenti. 3900, tehát 4000 euró. Tehát 1 millió. 4x3, most mennyi 300 ezer euró? 1 millió 2 tett félre évente? Igen, évente 1 millió 2 teszel. Mamának milyen nyugdíja van? Igen, tényleg nem lehet vele egy eltartásit kötni? Vagy hol dolgozik? Hol dolgozik a mama, vagy mit csinál? Illetve anyám, neked is van egy szuper? Anyám. Tehát évi 1 millió tett félre. Ugye körülbelül? 1 millió 2-t, az azt jelenti, hogy havi 100 ezer forintot ő el tudott tenni. Nem rossz. Havi 100 ezeret. Hát azért rossz. Ez valószínű, hogy lehet, hogy egy bizonyos összeggel kezdte. Ja, hogy volt. Tehát volt egy nagy egy megtakarítása, valamennyi, mint 10 ezer euró, és aztán elkezdett gyűjteni. Igen, amit még egy polszki fiátra tett fél. Igen, beszüntették, hogy elhagyom, veszek egy Subarut. 155 centis polszki fiátra gyűjtett, de aztán egy Subarut. Mert nagyot állom. Hát azért 100 ezeret félre tudsz tenni, az jó a nyugdíj. Nem, rossz, nem? Rossz. Hát az jó nyugdíjnak számít, azért minden hónapban félreteszel 100 ezeret. Hát. Mivel ott rakod? És megmondta, amikor 68-ot akarsz, hogy... Kiszámolt, hogy 81 évesen lesz meg? Tehát ugye hát kiszámolod, havi 105 ezek félre, akkor meg lesz mondjuk 13 év múlva, tehát még várom kell 13 évet, hogy meglegyen a Subaru Imprézám. Lehet, hogy ezért is tett ekkor összeget félre, mert eredetileg csak felennyitek, és akkor kiszámolt, hogy hát 95 leszek, amikor akkor lehet, hogy visszaveszik a jogsit. Igen, akkor picit többet kell belepakolni. Egy magyar nyugdíjasnak ez mennyi idő alatt sikerülne? Hát, tehát mondjuk 68 évesen kezd el gyűjteni, hogy 81 éves korára legyen, mi legyen. Hát ezt nem tudja megcsinálni. Nem fizeti a vízt, a gázt, a vizet. Az 1500-ös lada, az van meg. Papa, itt van étel, szomja, nincs befizetve a gáz, Subaru. Akkor 40 év alatt összejön. Lehet, hogy nincs is unoka, vagy nincs is család? Vagy azt mondta nagy, hogy lemondott róluk az autó miatt. Vagytok, szeretlek benneteket, de nekem ez a Subaru mindenkinél fontosabb. Kicsi idén... fiam, igen, idén ne gyertek karácsonykor, hanem muszáj, jó, nem jön a Jézuska. A névnapot meg a szülőnapot is szerintem most hanyagoljuk, mert most Subaru-ra gyűjtök. Igen, azt jelenti, Magyarországon fordított a helyzet, hogy 81 évig spórolsz egy 13 éves autóra. Igen. Jó, itt 81 éves a néni, aki 13 évet sportolt egyébként. Egy 46 ezer eurós autóért. Na, spórolás. Hát szerintem erről mindenki ódákat tud zengeni, és mindenkinek van története, hogy a szülei, vagy éppen ő ki, mire spórolt, mennyi időn keresztül, miről mondott le, mitől fosztotta meg saját magát, mi volt a spórolási technikája, hova tette, mert ahányház annyi szokás van, aki egy persejbe dob, az én anyám még sokáig csinálják, amikor leszoktak a cigarettáról, akkor azt csinálták, hogy a cigire elköltött pénzt, ugye nem cigit veteken, bedobták egy persejbe. És ezt tették hosszú ideig. És az ideig tették, mert rájöttek egyébként, hogy ez havonta egy nagyon komoly összeg. És mi lett belőle? Cseresznyepálinka. Három liter rapszim. Igen, hogy is állt, és félretették így a pénzt, és elitt. Igen, és 1000 liter kannásból. Igen. Nem tudom, valami utazásra gyűjtöttek ők, és rájöttek, ez baromi jó, mert ugye, ha egyszer, mint 50 vagy 100 ezer forintot félreteszel, akkor ez egy nagyobb kiadás a családi kasszának. Ha 200-asokban teszed ezt, és akinek volt akkor fém 200-as, amikor még volt, akkor azt, ugye, meg most már újra van, akkor azok egyszerűen kivették a pénztárcájukból, és bedobták. És nem érzed meg igazából, hogy te elvettél ma 400 forintot magadtól, de nagyon gyorsan nagyon sok jön össze. Te nem gondolkoztál ezen, hogy a cigi árát berakt valahova? Hát nem, hét alakra költjük el, most valami rát kell váltani, vagy sonkára. Sonka füstölőt kell belőle. Arra gyűjtök most egyébként, egy jó mire? Füstölőre, egy jó smokerre. Igen? Ah, nagyon jó, kelleni fog. Az első gyűjtés az nálam egyébként a blinda volt. A gyerekek szobáját alakítod át? Már megbeszéltük az intézettel, beveszik mind a kettőt, kis pénzre.
tettük. Vagy egy nagyon rossz hírünk, beépítjük az erkét ablaka, ott lesz a gyerekszoba, mert apának füstölő kellett a gyerekszobátokba. Úgyhogy... Nagyon jó. Ha, mi volt az első gyűjtésem? Nekem az első gyűjtésem egy piros Csepel 10-sebességes, tehát első hátsó váltós versenyben jó. Az volt a nagy álmom, és emlékszem, hogy 2 évig raktam el a pénzt, anyám pénztárcájából, ugyan, de nagyon rendesen gyűjtöttem, és meg nyári munkán kapott lóvét abba tettem bele. 100 húrent váltókkal. Irgalmatlan nagy dolog, és hát nagyon nehéz volt a váza, de ez akkor nem tűnt festett. Hajlított, hiszen meg... biciklit akartál, nem vázát. Ki a fejének kellene egy nehéz váza? Igen, nem, gyerek? Főleg hát, kétsebességes. Most a bringára gyűjthatjuk a nehéz vázákat. Nem sem tudom, hogy érezni. Csak virágot letenni, csak az anyád örül neki. Jaj, tudom, én nekem kis poszki volt az első, amire gyűjtöttem. Autóval kezdtél. Igen, nem, hát nem gyűjtöttem farmerra, előtte ellopták a bringámat, abból csináltam jogsit, de amire egy hosszabban kell gyűjteni, én Z+-ozni kezdtem, és akkor kinéztem egy nagyon durva 650 köbcentist ott a mellettünk lévő házban, egy védőnői volt, és ki volt ráírva, hogy eladó. Aztán nem is tudom hány ezer forint volt, 60 ezer forintért adta. Hosszú-hosszú hónapokon keresztül stresszeltem azon, hogy megvan-e még az autó, el. Hogy ne adja el. És aztán, amikor ugye először beleülsz a 650 köbcentibe, és azonnal összetesz egy másik autót. Csodálatos. Az első kanyarban, hogy kifordultam, nekivágottam egy ilyen ibolya színű dácsiának, sosem felejtem el. De az első gyűjtés az nekem egy farmer nadrág volt, amire gyűjtöttem. Egy Kasucci farmer. Nem hallott a normál márkákról. Hát nem volt pénzed akkor. Mit tudom, akkor jöttek be ezek a Ripley gatyák, meg mit tudom, volt egy Devergo farmered, vagy akkor már nagyon menő voltál. Ripley, hát az ugye megfizethetetlen volt. És hát ennek volt egyfajta más megközelítése. A Kasucci, meg a Chambers gatyák, ugyanolyan kőmosot kikoptatott, csak kicsit szegényesebb formában. És akkor 7 vagy 8 ezer forint volt egy farmer. Az ugye hát... Hát az meg, igen. De és azt össze kellett gyűjteni. Tehát az össze kellett gyűjteni. De ezek, valahogy ez nagy élmény egyébként. Az, nem? Hát figyelj, én mindig gyűlöltem ezt a kuporgatós részét a dolognak. Aztán, de valahogy már össze, az össze... Akkor igen, már jó, igen, ránézni, csak én például nagyon nehezen állom meg, hogy félúton ne ruházzak be valami másba. Igen. Érted? Igen. Tehát azt mondod, hogy 7000 a farrel, és megvan a 3500, és abból ne legyen valami. Mikor elkezdtem Z+-ozni, állatáztam, hogy anyámiknek veszek egy Skodát. Bementem a postára, és nyitottam egy postatakarékkönyvet. Emlékeztek, igen, sötét kék színű volt, van, olyan volt, mint egy csekkfüzet. És beraktam 1000 forintot, sose többet. Mert arra gondoltam, hogy majd én ezresével, meg nem tudom, mindig bemegyek a kis postára. Az alapkőletétel megy. Mennyi volt a 120 el akkor? 120 el, hát ilyen 80 ezerért már gyönyörűt vettél, hát akkor az egy nagy álom volt, hogy 120 ellel hasítsunk, ugye? És mondtam, hogy na jó, akkor én ezresével berakom, ez még talán az Z+ előtt volt, gimibe, és mondom, 1000 forinttal megindítjuk a gyűjtést. A mai napig emlékszem, hogy megvan ez a kis könyvecském, és bele van írva a kéz, hogy ezek nagy forint, jaj, se több, se kevesebb. Mi anyád úgy őrzi a polcon, ki van téve. Nem adtad nekik soha? Hogy nem, átadtam. A 25. házassági évfordulójukra átadtam. Még egy picit még hozzá kell rakni, de már nem sokára megint. Jaj, kincsem, de aranyos, hogy milyen kedves, hogy 1000 forint. Milyen vagy 1000 forint. Megvan a postatakarékkönyv? Kék színű csekkfüzet? Fölhajtottad, és ugye ott a befizetéseket ott tudtad jegyezni. Én nyereménybetétkönyvet vettem is például ajándékba. 5000 forintos. Jó, mondjuk, te mindegy, hogy mire sporolsz, te életedig sporolsz. Tehát, hogy nem én tudod, imádom. Hát én annak idénnek a dolognak leraktam az alapjait, ugye, hogy is hívták annak, én azt mondja, hogy milyen takarékbélyek gyűjtéssel. Emlékeztek hát rá. Az, hogy mennyire hát semmire kell lő volt. Dehogy nem. Én is. Soha nem lehetett belőle semmit. 20 forintokat lehetett. Nem vettem belőle soha semmit. Én sem, mert által, mire betelt, addigra már kijártam az általános iskolát. Tehát, hogy már annak nem nagyon fogom. Nem, addigra kivonták a milliárd millpengőt, mire te összegyűjtötted. Átálltak forintra. Ha nem, akkor bevezették 40 évben az új forintot. 6 milliárd millpengőn volt már összegyűjtve egy fára. Így van, és a monarchia összeomlott. Nekem a legnagyobb spórolásom, azt minden napig emlékszem rá, egy éven keresztül a tejtermékgyártó fizetésemből spóroltam egy görögországi nyaralásra, és 100 márkát sikerült így összespórolnom, amit aztán 2 hetes nyaralásról volt szó, amit aztán az első héten, az első athéni kirándulásnál, egy valutaváltónál úgy elváltottunk, hogy 20 márka maradt belőle. Annyira tipikus te vagy. Annyira te vagy. 20 márka maradt apróban. Teljesen hosszú éveken keresztül spóroltam.
Ez egy tipikus János történet egyébként. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk. Nem kell, hogy ez visszanyúljon a régi időkbe, természetesen lehet szó az első nagy spórolásatokról is, de ha éppen most spórol a család valamire, vagy ti, vagy a nagyitok egy Subaru-ra, vagy a nagypapátok egy drónra, amit szeretne repzetni. Írjátok meg nekünk, jó, hogy mire spóroltatok régebben, vagy éppen most. És aztán mi lett belőle, ugye, mert itt kérdés, hogy a spórolt pénznek a sorsa, hogy valóban az ember meg tudta-e venni azt, amit szeretett volna, vagy elkeveredett, ellopták, és valami egészen más lett utána végül belőle, nem az, aminek indult így a spórolás. Bármit írjatok, hogy édesanyjátok spórol egy Sunaminátor 10 000-re, akkor... Igen, akkor szóljatok apukátoknak, hogy nagyobb baj. Igen, 8:30 pontosan várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk Ákos híre jut, nem? 8:30 múlt, pontosan 9 perccel. Szép reggelt kívánom mindenkinek, itt vagyunk. És a spórolásról beszélgettünk. Egy nagyon helyes történetet találtunk, 81 éves lengyel nénike egy Subaru Imprézára spórolt, 300 lóerős, 2016-os Subaru. Na, de ez 46 000, egy új autót vett. Aha, hát nem is azt mondta a néni, hogy vesz, mint hogy 3 évesed, nem, és hát már elbukta az autó 20%-át, és van már 30 000 vagy 40 000 kilométer. Ő vett egy vadonatúj autót. Most nézzük, hogy 2016-os Subaru Impreza. Hát persze. 46 000 euróért. A néni 81 évesen ennyi bevásárolt. Mondjuk nem tudom, hogy ezen az úton haladnénk tovább a nejemmel, hogyha egy jobbra néznék, és ott ülne egy Mihalina Borovcik jedreze, 81 éves, kedves nyugdíjasa, megy Subaru egy körére. Gyorsulunk kicsit, kiszólna a mama. Ah, igen, nagyon-nagyon ilyes a történet, és ugye arról beszéltünk, hogy minden családban van egy nagy spórolós, vagy van úgy, hogy az egész család spórol, régebben meg aztán hát egy egész ország spórolt. Mindenre. És az, hogy spórolnod kellett, tehát ez ma is sajnos nagyon sok helyen így van. De hát tulajdonképpen a mi generációnk az ebben nőtt föl, ugye? Igen. Tehát a szüleid napról napra éltek, spóroltak, és ha volt egy balatoni nyaralás egy szótüdülőben, arra márciusban a család elkezdte megvonni magától a kifli adagot, és az új farmer, és az új cipő adagot, mert a válasz tényleg az volt, hogy nem lehet, mert megyünk nyaralni. Így van, ugye? És mindenre ez volt, ha kértél valamit, hogy jó, majd összegyűjtjük rá a pénzt. Apám mindig mondta anya, hogy itt tanulnának spórolni, állandóan elköltünk minden. Persze, mert az ennyiből fizetjük be az összes számlátot, illetve meg félreteszünk, így lehet spórolni. Igen, ugye? Igen, hát nagyon helyes történetek vannak, ugye kértünk meneteket, írjátok meg nekünk, hogy ki mire spórolt már. És hát jönnek a történetek. Azt mondja, hogy gyermekem legóra gyűjt, állandóan elköltötte a pénzét kis legókra, megbeszéltük vele, hogy ha nem költi el szilveszterkor, megduplázzuk, amit összegyűjtött. Azóta nem vesz évközben semmit. De jó, ez egy jó megoldás, Éva küldte nekünk. Én egy elektromos kerékpárra gyűjtöttem, rohadtul nehezen jött össze, évekig spóroltam, mire meglett, rájöttem, hogy egy robogó sokkal jobb lett volna. Mondjuk ez egy elcsesztett dolog. Megvan! Ezt akartam. Ja, Jézusom! Vettem volna egy 125 köbcentis robogó. Volt, igen. Az én mamám kb. 20 éve koporsóra gyűjt, már 80 éves, de él és virul, de a pénz megvan rá. Az tök jó. Ez egyébként egy tipikus jelenség, hogy sír helyett megveszel, hogy ne kerüljön a gyereknek pénzbe. Igen, hogy ne kerüljön pénzbe, a családot ne terhelje meg a temetés, te magadnak ezt összegyűjtöd. Ezt megvan sok... a pénz, milyen pénz? A kőre. Milyen kőre? A sír kellene, már ki is választottam. Hétvégén menjünk el, semmi bajod nincsen. Nem baj. Igen. Azt mondja, hogy lakos cipőre spóroltam egy ideig, isteni álomdarab. Volt az első alkalommal, hogy magamra öltöttem, nagyszüleimhez látogattam, nagyban sült burgonyát készítettem, mikor a... Mi az, hogy nagyban sült burgonyát? Nagyban sült burgonyát készítettem. Ja, értem, jó, csak úgy írtam, hogy nagyban sült burgonyát. Tehát, hogy lemarad egy más hangzó, engem az megzavar. Tehát, hogy nagyban sült burgonyát. Mondom, mi az, hogy az a nagyban sült burgonyát? Nem, hasábot, nagyban sült burgonyát. Élő szóban próbálja elmondani, hogy nagyban sült burgonyát készítettem. Értem, mikor a két bal kezességem miatt nem kevés étolaj került a balos álom cipőre. Mindig látszott utána, hogy mennyire béna vagyok, hetekig depressziós voltam. Én kitaláltam, hogy a kisfiam születésétől az összes apró pénzemet félreteszem, és majd a felnő megkapja. Azóta vettem belőle pizzát, giroszt, de most, hogy haszna is legyen belőle, kap egy bilit. Végül is a felnőtti válás rögös útján az is kell. Kisfiam 15 hónapos, innen is puszilom. Ez mi helyes? Az összes aprót félreteszem, a nagy lesz, megkapja. Na jó, egy gyorsz. Valahogy nyúlik el. Na jó, egy csongukú. Egy csongukú, és egy kóla még belefér, de többit már elrakom. Van egy hallgatónk a vonalban. Halló, jó reggelt. Jó reggelt, Kriszti vagyok. Hello, Kriszti. Na, te mire spórolsz?
Hát mindig félretesszük a 200-asokat, de amit írtam, 65 ezer forint jött egyszer össze, és mosógépet szerettünk volna. És hát így mentünk be a multihoz vásárolni. A fém 200-asokkal 65 ezer forint? Aha, hogy szerettek benneteket. Nehéz is volt a táskám rendesen. És csak így ömlesztve, vagy pedig be volt rollnézve? Ömlesztve. Ad még az vicces lehet, hogy tesz koszat, jobb egy kiszórod a pultra. Kártyával készpénzes vagy kártyát? Készpénzes. Készpénzes. Elnézést, néhány lehullott segíteni őszerűen. És az agyon utáltak, vagy mi volt? Nem, hát én előtte fölhívtam őket, megkérdeztem, hogy lehet-e, és mondták, hogy lehet, csak vigyek egy táblacsokit a pénztárosnak, hogy ne legyen morcos nagyon. Hát igen, 65 ezer forint 200-asokban. Mennyi idő alatt jött ez össze? Meddig kellett rágyűjteni? Hú, hát hónapok. Párommal együtt mind a ketten félretesszük a 200-asokat, és így összejött azért. De ugye, hogy ez a 200-as félretevés, ez egy jó ez dolog, jó, az ember nem érzi meg annyira, nem viseli meg a háztartást, viszont viszonylag hamar azért nagyobb összeget lehet belőle összegyűjteni ez az emberek naponta, két naponta van 200-as a pénztárcájában. Ez így van, és postán akartuk beváltani, de irreális összegért váltották, úgyhogy azt feladtuk. Azt nem is értem. Gondolom azért, hogy ne hordja oda mindenki. Van egyfajta kezelési költség, nem? Oké, de igen. Akkor hova hordod? Tehát, hogyha egyébként van, akkor mit csinálsz vele? Nem viheted sehova? A postán irgalmat valóvér. Hát, ja, oda szépen lesz. Lassan. Igen. És most mire gyűjtöttök éppen, hogy megvan a mosógép? Van valami? Hát, nyaralásra. Nyaralásra? Igen. 200-asokkal? Igen. Eltart egy darab, de idén nem mentek, ugye? Igen, szép nyaralás lesz. Kriszti, hát köszi. Nem megyünk messzire. Helyes. Vagy az. Ja. Gyűjtsetek. Köszi, hogy elmondtad, csáó. Oké, köszi, sziasztok. Hello. Szia. Feri hatására szoktam le a cigiről szeptemberben, azóta teszem félre a lóvét, eddig 420 ezer forint jött össze, napi az két igen. Doboz szívtam, lakás felújítás lesz belőle. Hát napi két doboz, de az meg lehet belőle. Ja, mondjuk az 2000 naponta. Tisztességes összeg. Igen. Azt mondja, Ripley 901, ez gondolom egy farmer, évekig spóroltam rá 93 környékén, még mindig megvan. Ha fogyok 40 kilót, újra használom. Igen. Minden egyes csúnya szóért elhatároztuk, hogy bedobunk a persejbe egy 100-as, de minden nap nagyon sokat kellett volna bedobni, így felfüggesztettük. ez milyen jó. 2001-ben szoktam le a dohányzásról, amit napi szinten cigire költöttem volna, azt persejben gyűjtöm. 14 szálas Marlboro 144 forint volt, 93 ezer forint jött össze egy év alatt. Háromcsikos adidasos pólóra gyűjtöttem, mert már mindenkinek volt a haverok adidasos. Közül. És hát az akkoriban nagyon menő volt. Majd amikor Hamburgba mentünk, csereútra a sulival, ki Németországban találtam egy citromsárgát fekete csíkokkal. Senki nem látta még őt, megvettem, igaz a költőpénzem nagy részét felemésztette, de hát egyedi darab volt. Aztán, amikor hazajöttünk az első suliból, én már abban feszítettem. A hiba ott volt, hogy másik kisrácon is ugyanolyan, addig soha nem látott pólót sikerült észrevennem. A 10 éves kisfiam kutyára spórol, nem árultuk el neki, hogy amilyet szeretne, bármelyik menhelyről elhozható, mert így minden ötös után 200 forintot lesz, úgy néz ki, idén kitűnő a gyerek. Ez egy jó megoldás, igen. Mi egy kerámia malacba gyűjtöttünk a férjemmel, megegyeztünk, hogy akkor törjük szét, ha már nem fér bele több pénz, aztán rájöttünk, hogy csipesszel remekül lehet kihalászni. Ugyanez, ismerem az érzést. Ti is gyűjtetetek kerámiában? Kerámia, átadtok is ismert Bella Gabival, akit ugye utolértünk a múltkor, vele kezdtük ezt a gyűjtést, 20 éve, és akkor az volt, hogy na, a nyaralásra. Akkor kezdtem el búvárkodni, és az első horvátországi merülésre gyűjtöttünk, és amikor törtük volna a malacot, akkor így megmozgattam. Hogy megloptátok egymást. Hogy gyakorlatilag ő is kiszedett csípesze. Én is kiszedtem, és jóra költöttük, tehát a fennmaradásunkra költöttük, de nyaralás akkor nem lett. Ilyenkor a házastársak, akik együtt gyűjtenek titokban, meglopják egymást tulajdonképpen? Hát gyakorlatilag az történt, hát csípesze. Kiszeded a kis pénzecskét, egy ezerest belőle kihúzol, az lopás, akárhogy nézed. Azaz. Ez egyébként tényleg, igen. És a malacperset is kidobta az utcára utána? Ne, hagyjad már. Csak a diplomamunkádat? Tessék? Rendes volt. Nem volt ott a diplomamunkádnál egy meg egy malacperse, egy összetörtén kis szomorú malacperse? Igen. Azt mondja, hogy szálkoptatott Ripley farmerre spóroltam egy évet a 90-es években, már akkor 12.000 forint volt, nagy menőség volt, akinek ilyen nadrágja lehetett. Írt a Julcsi, hát igen, akkor ezek a Ripley gatyák nagyon, nagyon mentek. Meg a Rit.
ritka szucsi nekünk azok voltak. Igen, nem számára. Volt egy kategória, de az nem, is nagyon nem. Ment. Igen, igen. És tök egyébként. Más árfekvés volt kicsit a replay, de igen. Most sokkal izgalmasabbnak tartok egy trappert. Annak idején még nem akartam megvenni, mert ugye egy mosás után az olyan iszonyatosan merevvé vált, bele lehetett állítani a sarokba. Ez nem volt jellemző ezekre az olasz meg olaszos típusú farmerokra, de most meg már egy trapper sokkal izgalmasabban hangzik. Hát már akinek neked kevésbé hangzik nekem izgalmasan egy trapper farmer, nem rázott ki most ettől a hideg így első hallásra. Robert meg még egyszer? Trapper? Korbásony trapper farmer, tehát valahogy így nem borzongtam bele. Az is van. Volt korbásony farmer. Persze, korbásony trapper farmer, de trapészára volt, csak kordból csinálták, hogyne, persze. Volt sima indigo is, meg volt ténylegesen. De az már menő. János, nem fél attól, hogy ízekre szedjük, szívesen járna ebben ma is egyébként. Csak nem mert felszállni rá az 50-es villamosra. 93-3-5-et dolgoztam az ánkai táborban, hogy meg tudjam venni a szintén említett Replay Farmert, amit csak a régi posta utcában lehetett megvenni 8000 forintért. Kinéztem egy földházat 120 millió forint, eljutottam 50 ezerig, aztán úgy döntöttünk, hogy inkább hagyjuk a fenébe az egészet, elisszuk, azóta is panelban élek. Nagyon jó, viszont tudsz inni rendesen. De ezt én szeretem, mit más, hanem egy 120 milliós házat, nem? Aha, az, igen. Azonnal. Mert nagyot álmodni. Igen. Azt mondja, hogy mi a házra spórolunk, annyiben az izgalmas, hogy a férjem két naponta mondja, nézzük meg, hogy állunk. Ilyenkor mindig át kell nézni a bankszámlákat, és ezeket táblázatban vezetjük két naponta. Amúgy a második házat vitték el, amit meg akartunk venni, lehet másra kellene fordítanunk a pénzt, jókajta puszi Roni. Hát attól függ, milyen tételben gyűjtötök, igen. Azért ha házra spórol az ember, ott azért kell egy-két fém 200-as. Jó. Igen. Ebből összeteszed. Ha, SMS-ek vannak. Zongorára gyűjtöttem 5 évig, de a zeneiskola felvételén kiderült, hogy nincs hallásom. De nagy szerencsét. Átváltottam szörfre. Na, de nagy szerencsét. Meredek pályamódosítás. Igen, a rossz hír az, hogy semmi hallása nincs. Valami más legyen belőle. Jó, nem lehet zongora, legyen szörf. Édesanyám a temetésére sporolt 10 éve apránként, felvilágosítottam, hogy az csak a koporsora elég. Gabi küldte nekünk. Átálltunk hamvasztásra. Hát igen, de ezzel csak itt tudsz szembenézni. Vidám mondtál nek a hétköznapok. Miről beszélgessünk a mamával? 10 éves Skoda Fabiára spórolok. A fele összejött már, de már most viszket a tenyerem. Nagyon helyesen sem. Nagy álmom volt, hogy keresek 8000 forintot, és legyen egy kettes golfom, írja egy hallgató. Igen, ezt ismerjük, már a teljes. Köszönjük szépen. A jogsira gyűjtöttem kiskoromtól kezdve műanyag üvegeket váltottunk vissza, meg visszavált, és 20 forintot adtak annó, összejött, és a saját magam által jogsit tudom élvezni azóta, és ezzé küldte nekem. Igen, egyébként, amikor összesporolsz, és ezt megveszed, és azt saját magad által veszed, na, meg, úgyhogy te gyűjtöttél, az egy jó dolog, igen. Na jó, van, hát köszönjük szépen az SMS-eket. Van egy VTCC játékunk, csak hogy témát váltsunk, mert hogy ugye hétvégén rendezik a túrautó világbajnokság futamát a Hungaroringen, és erre adnánk egy páros jegyet. Előre mondjuk annak, aki örül. Nincs örülés, nincs egy, visszavesszük. Így van, tegnap volt örülés, igen. Tegnap előtt kevés, tegnap előtt kevés volt. Igen. Hogy szól a kérdés, Jánosvá? Hol szerezte első VTCC futamgyőzelmét Mihelis Norbert? Aha. Ja, nem azért néztem föl. Igen, fejből mondom, hogy föl van írva a plafonra. Igen, fölvetítetted a plafonra. János felakadt szemekkel felfelnézve. Ilyen kicsit önkívületi állapotban tudod. Egy Isten történik vele. Szóval, hogy hol szerezte első pontjait? Nem, az első futamgyőzelmét. Hogy tudok azonnal egy fél mondattal összezavarni mindenkit, nem? Tehát még egyszer mondom azok kedvéért, akik esetleg Balázsra jobban koncentrálnak, mint rám. Tehát hol szerezte első VTCC futamgyőzelmét Mihelis Norbert? Először dobogós. Nem, hanem futamgyőzelem. Tehát nem dobogós, egyszerűen futamgyőzelem, mert ha dobogós lett volna, akkor lehetne második vagy harmadik, és nem. De az a számára az esetben, győzelem. Ezért ne dőljetek benne. Igen, egy ilyen részgyőzelem, részsiker, de mi most a futamgyőzelmekre vagyunk kíváncsiak, hogy hol szerezte az első futamgyőzelmét Mihelis Norbert. Igen, tegnap is elég szerencsétlenül dobtam ezt a futam szót, mert ugye a futamból lehet hétvégenként kettő van, viszont nem azt kérdeztük. Tehát összezavarásban egyébként nagyon jó. Nagyon jó vagyok. Picit bonyolítod a játékot, de nem baj. De így kell kibogozni, hogy mi a valódi. Mi a valódi jó válasz, igen. Az Everestre gyűjtök, a kékes már megvolt. Hát, ajrá. Kellenek az álmok. Na, jöjjön egy jó kis beugró. Ha valaki játszana velünk hármas ugrást, megmutatjuk, mit kell kitalálni, figyeljetek. Ez a feladvány. Ez a beugró a hármas ugráshoz. Micsoda.
Micsoda adok, kapok. Itt aztán minden volt. Kettő darab dalcím vagy előadó, ezt kell megírni, ha szeretnétek velünk hármas ugrást játszani. Jó, küldjetek el, hogy mit hallottunk. Illetve az előbb János által feltett VTCC kérdésre is válaszoljatok helyesen. Ha örülnétek és mennétek a hétvégi hungaroringes futamra. Van egy trafing az 53-as főúton Kiskunhalas és Soltvadkert között, Pirtó belterületén. Csoki guru küldte nekünk, valamint Bajcsin a térképbolt előtt a gyalogos átkelőn a 6. kerületben szintén trafik van, ott is vigyázzatok. És hát igen, itt kapjuk a tegnapi Annahegyi balesetről a részleteket, hát a szörnyű. Erről beszéltünk, igen, Margit körút feladta a Szénatértől a Margit irányában. Nagyon lassú a haladás, valamint az M5-ös Dabasi kihajtójánál Szeged felé trafiznak Imrétől. Köszönjük szépen az SMS-t. Nem tettünk le trafit, gyerekek? Nem. Még nem. Hát ma még nem az... Ismerve magunkat. Hát megjött, hogy ma jövőre. Ja. Igen, szóval ismerve a magunkat és az általunk diktált sodró lendületet, ezt lehet, hogy el kéne engedni. Pedig jöttek jó tippek. A webmailünkre is kaptunk egy rakással. Holnap van a napja. Az e-mail küldésnek? Nem, a trafik helyezésnek. Már lezárták. Hát ha most mondjuk, nem tudom, egy ebben az órában is oda csörgünk, hogy gyerekek, megvan a helyszín. Volt egy nagyon jó, az nagyon tetszett, egészen pontosan nem tudom megmondani, hogy hol volt, az utcában lakok, egy kis zsák utcáról volt szó, azt az utcában lakok közül kérte az egyik, hogy tegyük le az utca végébe egy trafit, mert ott rendszeresen autóversenyeket, ilyen amatőr autóversenyeket tartanak a helyi fiatalok, és hogy milyen jó lenne egy picit ráncba szedni őket. Hogy egy napig legyen trafi? Igen. Az a baj, hogy ugye nekünk el kell mondani a helyszínt, és meg kellett volna kéne hallgatókat, hogy tömegével zúdítsák az e-maileket az ORFK e-mail címére. De ezt most elmondtuk. Ezt elfelejtettük, hát mondom, az van, hogy tavaly ugye leraktunk a műzikosok elé egyet. Ugye illetve a rendőrpalota elé, meg ugye küldtünk a műzikosokhoz, és meg is érkezett. Feri a Teve utcát csekkolta is. Igen. Hát, akkor jövőre. Vagy fölhívjuk őket direktbe. Hogy? Hogy tegyék ki oda, ahova mi akarjuk. Hát, hogy nem az e-mailes cuccot választjuk. Igen, csak az e-mailesben az volt a jó, hogy egyfajta kísérleti jelleggel tettük, hogy valóban oda teszik-e, ahonnan ugye sok e-mailt kapnak. Ha most direktbe megkérjük, akkor egyértelmű, hogy kimondják, lerakják. És, akkor oda tették, hiszen nem értik a viccet. De most értik a viccet, vagy nem értik a viccet. Azért tették le, mert nem értik, vagy azért tették le, mert értik. Ne, halál jó fejek voltak. Jó arcok voltak. Nem gondoltam volna, hogy saját maguk elé leraknak egy trafit, és ott volt, ugye a Teve utca előtt. Na jó, drága hallgatók, küldjetek a megfejtéseket. Jó. És ha szeretnétek hármas ugrást játszani, akkor azt is küldjetek, hogy mit hallottunk, mi pedig jövünk Ákos híre után. Folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Ez itt a Morning Show. 9 óra után 10 perccel egy remek Krisztina Aguilera dal után. Egy tiszta zsenialitás. Nagyon jó kis dal. Mi van Krisztina Aguilerával? Nem tudom, most egy ideje nem hívott vissza, nem tudom. Pedig akartál tőle valamit még elég. Igen. Dear John, szólt a levele. Dear Johnny. Giuliano. Dear Giuliano. I miss you. Very much. Igen. Hát egy jó hangja van egyébként. Csak valahogy az ember nem halt tőle új nótákat. Nem? Hát ilyen típusú énekes. Meg végképp nem. Igen, kiváló énekes. Na, gyorsan egy-két közlekedési hír, mielőtt ráfordulnánk az utolsó órára. Rengeteg megfejtés egyébként. Örülünk, hogy Mihály Sznorbi ennyire népszerű, az Engőti mennyire népszerű, bár ők ugye már ugye különváltak, de hát az Engőikről is beszéljünk, meg is lehet drukkolni. És hát mégiscsak azért egy csapat és egy fiú verseny ez most ugye magyar színekben is, úgyhogy hát ez egy nagy dolog, annak ellenére ugye Mihály Sznorbi már a gyári Honda csapatnál van. Ennek ellenére azért mi az Engőiket is meg, hogy említjük, és egy kis zsukkolunk, és hát nagyon sokan akarnak ott lenni a hétvégi VTCC túrautó világbajnokság magyarországi futamán. Jönnek a megfejtések, reméljük, hogy az, aki nyer, az örülni fog. Azt mondja, hogy gyorsan egy-két friss közlekedési hír, amit elküldtetek nekünk. Tegnap... Nem, ez nem ide vonatkozik, csak valaki bekékeztet. Trafi az 53-as úton Kiskunhalas és Soltvadkert között Pirtó belterületén vigyázzatok. A Bajcsin szintén trafi van a térképbolt előtt, valamint a 47-es úton Szeged és Hódmezővásárhely között az Algyői körforgalom után a Szeged felé haladókat mérik. Csoki guru küldte nekünk. Margit körút teljesen elesett, ezt többen elküldtétek, köszönjük. A Margiti irányába egyszerűen nem lehet haladni, oka nincs, csak valamiért hatalmas dugó van. Pest felé egész egyszerűen katasztrófa. Az nem igaz, hogy oka nincs, mert egy másik hallgató viszont elküldte, hogy egy BKK busz robbant le. Oh. És egy sáv járható.
És már a Szélkámántól a Bodai hídfő 30 perc. Az kemény. M7-es keresztúri pihenőben a hatóságlásban. Azt nem tudom, hogy a hídon-e. De... Akkor a hídon nyilván, mert ha ő eljutott a hídig, akkor az a hídon lehet a lerobbant busz. Igen, valahol arra felé, igen. Kettes villamos pótlás, ami szerdán 20-án kezdődik, alapesetben a Közvágó híd és a Fővám tér között zajlik. Vasárnap késő esti órákban azonban teljes vonalon pótlás lesz. Ezt Johnny 75 küldte nekünk. Köszönjük szépen. Zala, Szentgrót és Tűre között valaki elütött egy őzet, ott pedig mindenki vigyázzon. Tomi küldte nekünk, és még nem késő, ugye, jó választ küldeni a VTCC-t kérdésünkre, de nem mondjuk el újra, mert aki figyelt, azt tudhatja az csak. Az lesz most, ott a futamon. Az lesz ott a futamon, az most nagy könnyebbség lenne, ha újra elmondanánk, úgyhogy tessék figyelni. Na, nekünk pedig vendégünk van, így az utolsó órára, és hát a téma nem könnyű, amiről beszélni készülünk, de szerintem nagyon fontos az, amit te csinálsz, és mindenképpen szeretnénk egy picit közelebb hozni a hallgatókhoz azt, amivel te foglalkozol. Lala Bohócként érkeztél hozzánk, és Bohóc doktor vagy, de én inkább használnám a keresztnevedet, ha nem baj. Jó? Okay. Jó reggelt kívánunk, hello, jó közel a mikrofont, és jó hangosan. Jó reggelt kívánok, és köszönöm a meghívást, a keresztnevem Lala. Na jó, így nem lehet. Így lehet, hogy egy picit nehéz lesz. Na, hát az ember elolvassa, hogy mivel foglalkozol, és egyrészt rettenetesen örömteli, hogy vannak ilyen emberek, másrészt ugye nagyon szívszorító az, amit te valójában csinálsz, ugye aki nem tudná, röviden megpróbálom összefoglalni, te ugye hát beteg gyermekekhez mész be, hogy egy kicsit megkönnyítsd a gyógyulásokat, és hát ott vagy velük a nehezebbnél nehezebb pillanatokban. Ez azt jelenti, hogy jársz ugye kórházról kórházra, és próbálod nem feltétlenül csak a gyermekeket, fiatalokat, kicsiket és kamaszokat is átsegíteni egy-egy nehéz pillanaton. Jól mondtam eddig? Igen, meg a szülőket is. Meg a szülőket is. A hozzátartozókat is. Főleg őket. Na most ugye első hallásra mindenki azt gondolhatja, hogy fölveszel egy piros orrot, és mindenki az affektálva beszélsz. Aztán, amikor az ember elolvas veled néhány interjút, vagy megnézi azt a kis dokumentumfilmet, ami rólad készült, akkor azért hát tudhatjuk, hogy ennél jóval többről van szó. Hogy döntöd el egyáltalán, hogy kihez mész be? Vagy hogy zajlik? Hogy találkozol te a gyerekekkel? A történet úgy zajlik, hogy mindenkihez bemegyek, tehát ágytól ágyig megyek végig a gyerekeken. Akkor van probléma, hogyha a szülő elutasítja, mert nem vállalja föl azt a helyzetet egy idegen előtt, amiben éppen van. Akkor persze a Bohóc doktornak vissza kell lépni egyet, mert ugye első a szülő döntése. Tehát nem erőszakoskodunk. De hogyha látom azt a kis pillanatot, vagy azt a kis lehetőséget, hogy kezdetben mondjuk egy 17 éves lány elutasítja, hogy menj a kicsikhez, mert én ebből már kinőttem, de közben meg ravaszul figyel, hogy mit csinálok, meg mit cselekszem, akkor azért megpróbálok a közelébe jutni. Az alapvető célod az ezzel, hogy egy kicsit eltereld az ő figyelmüket a betegségükről? Igazából a mi célunk Pecsedemsz útmutatásai alapján történik, és az a lényeg, hogy a nővéreknek, meg az orvosoknak megkönnyítsük a munkáját. Tehát mi másképp csináljuk ezt a Bohóc doktorságot. Nem arról szól, hogy, ahogy az előbb is említetted, Balázs, hogy elfordítom az ászám. Szávász, én vagyok a Bohóc doktor. Igen, hát sztereotípiákat akarom eloszlatni, hogy azért ez egy nagyon komoly dolog. Ez nem erről szól. Meg nem arról szól, hogy... Tehát mi arra törekszünk, hogy a gyerek, ha bekerül a kórházba 4 évesen, és ne adj úristen bekerül 12 évesen, akkor másodszor találkozik velem, és 12 évesen emlékezzen arra, amikor 4 évesen velem találkozott. Ha ezt a célt el tudom érni, akkor volt értelme nekem oda bemenni. Azt mondod, hogy minden gyerekhez elmész. Hát hogy tudsz-e minden gyerekhez eljutni? Úgyhogy heti 2 alkalommal vagyunk a Heinpál kórházba, mivel nagy kórház föl van osztva, hogy melyik osztályokra megyünk. Ez időbe be van osztva, délután 2-kor elkezdjük, és tart addig, amíg az összes gyerekre azon a napon nem kerül sor. Ez a vagyunk, ez mit jelent? Hányan vagytok? Hányan jelen pillanatban az anyagi helyzetünk 2 Bohóc doktor foglalkoztatását engedélyez. Hogy lehet a gyermekek bizalmába férkőzni? Ugye ez egy nagy rejtély, ugye, hogy ami látnod kell azt a kis kaput, amikor hirtelen meg tudsz érkezni, és eljutsz hozzá. Belépsz a korterembe, onnantól kezdve mi történik? Hát van egy olyan dolog, hogy a tarsolyunkban van, ugye hát én azért 30 éve Bohóc vagyok, tehát én tanultam az artista iskolába, és azért vannak Bohóc
bohóc kellékeink, meg bohóc dolgaink, amivel tudjuk ezt a helyzetet, hogyha éppen nem jut eszünkbe semmi oldani, de igazából improvizatíve történik a dolog, mert én hiába készülök fel valamivel, amikor kiderül, hogy abban a helyzetben mondjuk énekelni szeretnék, és a gyerek azért van benne, mert nem hal. Vagy éppen beszélgetni akarok vele, és nem hal. Vagy éppen vak, mert azért van benne, nem lát, akkor én pantomimezhetek neki. Tehát a adott helyzetben döntjük el, hogy mi csinálunk, és azonosulunk a gyerekkel. Tehát nekem fontos az, hogy én megkérdezem, hogy hogy vagy, és engem tényleg érdekel az, hogy hogy vagy. Mert biztos, hogy voltatok így, hogy találkoztatok futtába valakivel, jaj, szevasz Balázs, hogy vagy? Biztos, hogy nem érdekelte az, hogy vagy, de hát ez a szlogen, hogy hát hogy vagy. Hát nyilván vagy. Persze ez egy felszínes dolog. Igen. Na most ugye a te életedben nyilván nem, a gyerekek életében meg aztán pláne nem minden arról szól, hogy egy könnyed nevetés az egész. Mi a másik oldal, amit nem látunk? Tehát amikor te tényleg egy olyan gyerekkel találkozol, aki mondjuk lehet, hogy ott fekszik, nagyon komoly beteg, esetleg ne adj Isten végső stádiumban van, azért ezek nagyon nehéz pillanatok. Igen. Mennyire alakul ki közted és a gyerek között egyfajta érzelmi kötődés? Igazából törekszem arra, hogy ne legyen szülő gyerek kapcsolat. Tehát, hogy az ne alakuljon ki, mert arra ott van a szülő. De arra viszont szintén törekszem, hogyha ő fogja a kezemet, akkor megpróbálom megtartani, nem engedem el. És mi erre törekszünk igazából. Mi munkálhat a gyerekben, amikor neked mondjuk megnyílik, de ha oda menne egy másik felnőtt bohóc ruhában, annak viszont nem. Vagy rád bíz valamit még az utolsó pillanat előtt. A bohóc ruhában segítség. Mert én azt gondolnám, hogy nem. Nem. Nem, nagyon jó kérdés. Erre egy olyat tudok mondani, ami valóban megtörtént velem, hogy a srác kiküldte az anyukáját, haldoklott. Előre szóltak a nővérek, hogy haldoklik, maximum 5-10 perce van hátra, és kiküldte az anyukáját, és azt mondta, hogy itt a Lala, küldjétek be, mert akarok még egy utolsót röhögni. Na most ezt te hogy fejted meg? Vagy hogy éled át? Hát ki vagyok én annak a gyereknek? Hát az anyja az mégiscsak az anyja. Hát az és sok kapaszkodója vagy valószínűleg. Igen, és akkor bementem és mondom, mi van? Hát múlt héten azt mondtad, hogy minden oké lesz. Hát tudod, hogy elfelejtettem megtanulni azt a két angol szót. Mert kitaláltam, hát én nem tudok angolul, de kitaláltuk azt, hogy közösen megtanulunk angolul, és ezzel is próbáltam őt erősíteni a küzdelmébe, hogy mindig megtanul hétről hétre egy angol szót, és akkor előbb-utóbb összehozunk egy mondatot. És ez piszkálta a csőrét, hogy most nem tanulta meg, mert nagyon beteg volt meg, és hogy akkor most mikor fogja ezt nekem megmondani. Hmm. Hogy elfogyott az ideje. És akkor ez egy nagyon kemény dolog volt, és akkor szívem szerint én is írtam volna, de hát bohóc vagyok, nem tehetem meg. Tehát... Az igaz az, hogy te ott hagyod a telefonszámodat, és tényleg bármikor éjjel-nappal, ha egy gyermek úgy érzi, akkor téged felhívhat, és ha nincs senki, akihez szólna, vagy hiányzik neki az anyukája, vagy nem látogatják esetleg a szülei, mert azért ilyen dolgokat is hallunk, akkor veled bármikor bárki elbeszélgethet, tényleg? Igen. Például a Tabita ház, a török, sose tudom, mindegy. Mit akarsz mondani? Nem tudom, hogy. Tabita ház, biztos ismeritek. Török Bálint, na eszembe jutott. Török Bálinti Tabita házba. Például ővelük úgy egyeztem meg, hogy amikor kérik az ottani gyerekek a velem való találkozást, akkor telefonáljanak, és én megyek. És van olyan, hogy karácsonykor 21-én délután 4 órakor becsörög egy gyerek, beszélgetni? Akar nálad az adás, hogyha ünnepre esik, akkor nem jössz be megtartani? Hát ha pont ünnepre esik, akkor mi mondjuk nem vagyunk, de hát más, tehát azért igen, a te esetet azért ezért nagyon. De ha van valami, akkor nem számít. Tehát itt nálunk úgy van, hogyha a vizit karácsony szentestére esik, akkor karácsony szentesteben vagyunk. Ha szilveszterre esik, akkor szilveszterkor ben vagyunk. Olvastam egy olyan történetet, most nem a Bentleyre gondolom, persze nem arra gondoltam, hogy elmész 3 napra húsvétozni, hanem hogy valamikor otthon vagy este 11-kor aludnál, de még egy 8 éves gyerek téged felhív, és akkor tudsz vele beszélni. Hát még ilyenem nem volt. Pedig biztos, hogy elmennék. Olvastam, hogy például olyan gyerekekhez is beküldenek téged, akikből mondjuk a szülők vagy az orvosok nem tudnak olyan információkat kiszedni, amire szükségük lenne, például ha öngyilkos akar lenni, hogy milyen gyógyszert szedett be. Akkor te megérkezel, bemész, és valahogy megpróbálsz segíteni. És véletlenül sikerül. És a gyerekek neked megnyílnak. Ez is elképesztő. És elmondja a gyermek, hogy mit szedett be, és miért akart meghalni? Igen. Most legutoljára az egyik kislány mesélte el, hogy pusztán azért vett be 40 tablettát, mert a barátnője föltett a Facebookra egy olyan képet, ami neki nem tetszett.
ezért képes. És akkor ilyenkor azt mondom neki, hogy te figyelj, én átviszlek a Tűzoltó utcai klinikára, és megmutatok 5-6 éves gyerekeket, akik az életükért küzdenek, és mindennek alávetik magukat, csak hogy életben maradjanak. Te meg egy fotóért képes vagy eldobni az életedet. Hát nevetséges. És 16 éves lányról beszélünk. És akkor erre ő elmondta a gyógyszereket? Nem is emlékezett rá, csak amit otthon talált, fogta, puf, szedegette befele. Nem is nézte, hogy mit szed be. A szülővel nagyon nagy harcok szoktak lenni? Említetted azt, hogy van olyan szülő, aki nem kéri a te jelenlétedet. Ha észreveszed, hogy egy gyerek viszont kéri, látod a szemén, vagy odahív, igen, akkor belemész a harcba a szülővel, vagy neked azt tiszteletbe kell tartani? Tiszteletbe kell tartani. Még akkor is, hogyha a gyerek meg azt mondja, hogy gyere. Sőt, volt olyan, hogy láttam az üvegablakon keresztül, hogy ott sírt a gyerek, hogy nem engedte be az anyuka, de ilyenkor mit tudok csinálni? Nem tehetem meg azt, hogy nincs idő arra, hogy anyukának elmagyarázzam, hogy hidd el, hogy a betegséget ki kell nevetni, mert ha nem nevetjük ki, hanem mind a ketten fogjuk a gyerek kezét, és jaj, drágám, jaj, az sehol nem vezet. És ennek az ellenállása mi lehet az oka a részükről? Nem tudom. Már kaptam egy olyan választ is az egyik szülőtől, hogy akartam bemenni, odaugrott az ajtóhoz, köszönjük, nem kérjük a szolgáltatást. Na most ez milyen megközelítés? Igen, persze, hát nyilván ez az ő joguk eldönteni, de persze, hát ez elképesztő. Nyilván kemény, amit kérdezek, de most én megkérdezem, mondjuk egy 6-8-10 éves gyerek, te mit tapasztaltál, hogy mit fog fel abból, hogy ő meg fog halni, ha érted, mire gondolok. Tehát, mert én azt gondolom, hogy pontosan tisztában vannak a gyerekek azzal, hogy mit jelent, hogy mi történik velük. Ilyenkor veled arról beszélgetnek, hogy mi történik majd utána? Vagy nem, hogy ezt hogy kell elképzelni? Vagy hogy az addig adatod időt még valahogy úgy töltsétek el, hogy ez jobb legyen? Igazából most vagyok túl egy ilyenen. Tavaly júliusban fedezték fel a srácon, hogy van egy kemény daganata, aztán megpróbáltak mindent az orvosok, amit a jelenlegi orvostudomány tud, nem sikerült, és december elején halt meg, nagyon a szívemhez nőtt a srác, na ő volt az, aki a Tabita házba fejezte be, és kérte, hogy látogassam meg, kétszer is elmentem hozzá, és ami a legmegdöbbentőbb volt, hogy én nem tudtam, hogy ez a gyerek ennyire vallásos, soha nem beszéltünk ilyenekről, de gesztenyéből csinált magának egy rózsafűzért, az volt végig fönt, és az utolsó, amit beszélgettünk, az utolsó témában az volt, hogy figyelj, én már jó úton vagyok, látod ezeket a gesztenyéket? Ezeket morzsolom óráról órára, és várom a találkozást. Hány éves volt, ezt tudhatjuk? 16. 16. És ezek után nincs az benned, hogy egy kicsi időt kérsz magadnak, és azt mondod, hogy két hétre úgymond idézőjelesen visszavonulsz, kicsit kipihensz egy ilyen történet, és utána tovább, vagy pont az ad erőt, hogy mész tovább. És az alatt a két hét alatt, ha szükség van rám, akkor csak emberből vagy. Igen, nem csak az ember kérdezi, hogy ilyenkor nincs egy olyan pillanat, hogy azt mondod, hogy jó, hát most ez annyira megvisel, hogy kell egy hét. Aztán az ember persze pont terápiás jelleggel jó, ha újra megy, csak azért ezek nagyon szívbe markoló történetek, főleg a gyerekről van szó, amikor meg aztán pláne megmagyarázhatatlan, hogy ilyen történik. Hát vagy igen, nehezebben megmagyarázható, igen, vagy elfogadható. Nekem van egy csodálatos feleségem, meg van egy csodálatos hátterem, meg csodálatos két gyerekem, akiknél ezt a dolgot mi meg tudjuk beszélni, és az otthon lecseng. És újra erőt kapok ahhoz, hogy ezt tudjam folytatni. Az orvosok mit szólnak hozzád? Hogy állnak hozzád? Van olyan, aki mondjuk ebben nem hisz, mert nagyon, nem tudom... Kezdetben volt, de azt most mondja, ez nem működik, és szerint ez egy hülyeség, és a betegséget így nem lehet, mert ő nem így tanulta, és azt mondja, köszönni, ne gyere? Sok orvos jár velünk vizitre, kommunikációt nézni, hogy kommunikálunk a gyerekkel, hogy ő is áttanulja ezt a kommunikációt, és egy vizsgálat ne arról kezdődjön, hogy 25 percig győzködjük a gyereket, hogy engedd már meg, hogy meghallgassam a szívedet. Mert ugye olyan gyerek is van, aki kézzel-lábbal tiltakozik. És hát igazából ugye ez a cikk, ami megjelent, és ami kapcsán valószínűleg behívtatok ide, dr. Novák Hunor, az például teljesen beleszeretett Székesfehérváron ezekbe a vizitekbe, sőt, még ő jött velem együtt, és még ilyen bűvész trükköket is tudott, és azt is csinálta. És elfogadták a gyerek, és azt mondták, hogy milyen jó fej orvos, és onnantól kezdve ő akkor már bármit megtehetett. Aha, a gyerek. Hát ezen múlik, hát hogy nem, persze, főleg a gyerekeknél, hát ott az első pillanat és az első perc dönti el. Ilyen 20 forintost úgy tud pörgetni az ujján, hogy én elájultam, és akkor mondom, hogy mi nem sminkeled ki magad?
És akkor csináld így. Hát ahogy pecsedem csinálja. Persze, hát csak a lényeg, hogy a gyerek engedje, igen. Volt egyszer egy olyan történetet, hogy nem volt benzinre pénzed, és letekertél 8 órát ebbe a székesfehérvári kórházba. Na nem, 4 óra volt, bocsi. 4 óra. Már 8 óra, így mennek a túl. Én nekem ide szerkesztem 8 órát. 10 órakor elindultam, és 3-4-2-re leértem Fehérvárra. Nem volt pénzed, benzin, és lementél brigával? Nem volt, tehát akkor nem volt pénzem, igen. Mert volt egy időszak, amikor 2013-ban volt egy időszak, amikor az alapítvány a megszűnés szélén volt, és ugye akkor készült ez a dokumentumfilm, amit Halász Glória rendezett. Most is megköszönöm neki, és tulajdonképpen ő húzta ki ebben a dokumentumfilmmel, mert 3 fesztivált, nemzetközi fesztivál díjat is elhozott a dokumentumfilm kategóriába, és hát ez... És hát a magánszemélyek, mert igazából minket államilag nem nagyon támogatnak, illetve hát a pályázataink nem sikeresek. Mindig ilyen tartaléklistára kerülünk, nálunk elfogy a pénz. És a magánszemélyek álltak össze, és tulajdonképpen, hogy most létezünk, és én továbbra is tudok járni, és most már változott a tavalyi cikk óta, az anyagi helyzetünk is jelentősen az 1%-nak köszönhetően, ezért aztán köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki ebben együttérés támogat. És elkalandoztam. Akkor viszont válaszolhatsz mindjárt, de akkor viszont tényleg az 1%-ot említsük meg, mert ennek most jön az ideje egyébként, igen, ugye, hogy az 1%-ot azt is megkaphatjátok, hogy benneteket is lehet segíteni. Hát akinek esetleg kérdése van, afelől, hogy hova utalja, akkor benneteket meg lehet találni. Ugye pirosor talán így? Nem, az a nagy testvér. Az a nagy testvér. Igen, az nem. Mondhatod nyugodtan. Mi egy civil kezdeményezés, teljesen magyar alapítvány vagyunk, mögöttünk nincs national nemzetközi szervezet, persze. Tehát mi egy civil alapítvány vagyunk, és csak a magánszemélyek támogatnak minket, meg az 1%, ami bejön. A www.bohozdokik.hu, hogyha ezt elmondhatom, ez a... Hogyne. Persze. Amikor például ott van a gyerek, és... akár végstádiumos, vagy nagyon komoly beteg, és mondjuk ott sír a válladon, akkor te, mint bohozdok, is írhatsz vele együtt, vagy neked az arszpétikát, hogy nem. Téged úgy nem láthat, neked akkor is vidámnak kell lenni, ha a gyerek ott zokog. Júj Balázs, te nagyon utána néztél ennek a dolognak, mert nagyon benne vagy. Nem, csak kérdezem szülőként. Frankon, ahogy mondod, egy bohoz doktornak nem biztos, hogy mindig bohockodnia kell. Lehet, hogyha a vállát, mert ezt szoktam mondani, hogy odahajtom a vállamat az anyukának, és azt mondom, hogy gyere, tedd ide az arcod, és mondj el mindent, ami bánt. És hogyha akkor kibeszéli magából, sokkal jobb kedvel megy be a saját gyerekéhez, és másképp látja a dolgot, mert volt egy ember, akinek elmondta, és úgy érezte, hogy ez az ember meg is hallgatta. Tehát nem biztos, hogy nekem mindig bűvészkedni kell. Lehet, hogy a gyerekkel együtt érzek. És a egyik kérdésedre most jutott eszembe a válasz, hogy én úgy keresem a kapcsolatot, hogyha a gyerek azt mondja, hogy képzeld, leestem a mászókáról, eltört a kezem, nagyon fáj, ó, mondom, ne is mondd, én meg belerúgtam a téglába, amikor jöttem itt, és a térdem teljesen ki van. És ebben a gyerek azt hiszi, hogy, tehát megérzi azt, hogy azonosulok az ő betegségével, és onnantól kezdve, hogyha érzem a pozitívumot, akkor bármerre el tudunk menni. Hát ez a legfontosabb, ezt azért írják, igen, gyermekkönyvek is, hogy amikor a gyereknek te ugye nem ellenállsz, hanem azt mondod, hogy igen, megértem, ez biztos fáj, vagy igen, ez nagyon rossz lesz, vagy hú, most tudom, mit érzel, azt mondod, kezdve egy 180 fokos változás a gyereknél. És nem azt mondod, hogy á, ugyan nem fáj, hát az csak egy katona dolog. A gyerek attól esik kétségbe, hogy te nem érted az ő fájdalmát. Ha azt mondod neki, hogy ez biztos nagyon fáj, és ez most neked biztos nagyon rossz, akkor a gyerek megnyugszik, és rájön, hogy a szülő, az apa, az anya érti és érzi az ő problémáját, holott az lehet, hogy egy bagatell dolog egyébként. Egyébként van olyan is, hogy elmegyünk ebbe a szituációba, hogy nem akarom érteni. Persze, hogy értem, amit mond, de magyarázza el, hogy történt a baleset, és akkor mindig közbe kérdezek, és ebből jön össze egy bohóztréfa, és a gyerek utána, amikor jön az anyja, azt mondja, épp visszamondták, mondta az anyukájának, képzeld, itt volt ez a doktor Lala, elmagyaráztam neki 3-szor, hogy mi történt velem, és ez a hülye nem értette, de így mondta szó szerint. Azt mondja, ez olyan buta volt, hogy azt elmondani nem tudom neked. Pedig 5-ször kérdezte meg, hogy honnan estem le. Pedig elmondtam neki. Tehát, hogy, és akkor ez és egy maradandó dolog maradt. Így van. És már komplex egyébként az egész, mert egyszerre kell pszichológusnak, pedagógusnak, barátnak, esetleg szülőhelyet szülőnek lenned. Rendszeresen összetett. Összetett. Igen. Amikor olyan gyermekek
akitől jössz ki, akivel mondjuk tudod, hogy utoljára találkoztál, ott van valami olyan, amit utoljára mondasz neki? Vagy ő tudja, hogy utoljára találkozott veled? Van egy ilyen, amikor elbúcsúztok egymástól, nyilván azért a sok-sok év alatt ez megtörténik. Igen, amikor lehet, nem, hogy te úgy jössz ki, hogy na most láttam őt utoljára. Nem jövök ki soha úgy, hogy nem most láttam ki úgy utoljára. Még ha nem tudatosul bennem. Én azt várom, hogy holnap is megyek hozzá. Amikor te már tudod egyébként. Mint akiről beszéltem az előbb. Tehát önálló ott voltam szerdán, és mondtam neki, hogy holnap is jövök. Hogyha téged ez erősít, én holnap is jövök, és vegyük föl együtt a harcot, és azért, mert az orvosok lemondtak róla, de ez még nem jelent semmit. Sok emberről lemondtak már az orvosok, és még ma is élnek. És akkor este jött a telefon 9:30, hogy ne menjek, mert... Felkészülsz a gyerekekből előre? Tehát, hogy beszélsz a szülőkkel, az orvossal, stb. Nem? Nem. Bemész és ott ismered meg? Igen, ott találkozok velük először. Hát kivéve a daganatos betegeket, akikhez hétről hétre járunk. És akik már várják, hogy ott legyek. Meg utána szemrehányást tesznek, hogy negyed órája késel. Múltkor pontba jöttél. Tehát ilyen kapcsolatunk van. De milyen helyesek, nem? Hogy ez megjegyzik. Igen, hát te pontosan érkeztél, voltál, és ez nekik nagy élmény, és ők várnak téged, és ahhoz képest, hogy negyed-háromra mész, akkor ez a gyerek ezt szóvá teszi. Hogy ilyen kevesen csinálják ezt? Azt mond meg nekem, ha ezzel az ember ennyit ad, és ennyi mindenkinek tud segíteni, és ti ott vagytok, és akár meg is tanítanátok erre a többi embert, hogy ezt csinálja. Vagy valahogy erre az embereknek nincs energiája, ideje, vagy úgy viselkedik egy egészséges ember egy egészséges gyerekkel, hogy nem az én életem, nem akarok róla tudomást venni, jaj, de jó, mi egészségesek vagyunk. Ugye, hát ez egy alap önvédő mechanizmus, ami van az emberben. Amikor bemész egy kórházba, például ott jössz rá, hogy úristen, mennyire rendben volt minden az életedben, amíg ide nem kellett bejönni. Addig az ember ezt természetesnek veszi talán, nem? Ezzel igen, mondjuk abba, válaszoltam kicsit a kérdésre. Abba nem értek egyet, hogy kevesen csinálják. Egyre többen csinálják. Egyre többen öltenek bohóc doktor sminket, és bohóc sminket, és bohócnak adják ki magukat, és bemennek a kórházba minden előképzettség nélkül, tisztelet a kivételnek, de szoktunk ilyenekkel találkozni, és amikor a gyerek először meglát engem és elkezd sírni, akkor tudom azt, hogy egy olyan bohóccal találkozott már előtte, akitől megijedt. És hogyha egy nekem gyerek... Nekem nem mond. Hát 5 éves korában... Így élt a fóbiás. Tudod, nem bocsánat, fóbiás vagyok. Azért ül a pult másik oldalán, mert miért te is félsz a bohóctól? Én nem szeretem a bohócokat, de nem a te munkádat, mert pont ezért készítjük. Miért nem szereted? Hát nem tudom az olyan embereket szeretni, hogy közel hajolsz egy virághoz és arcon fröcsköl. Tehát, hogy ezt... nagyon jól mondtad. Abszolút nem tudom szeretni, és a cirkuszban nem egyszer kellett az első sorról végülni 6 évesen, de dermedten, félve, szörnyűséges előadásokat. Jó, de a kamutortával arcon törlöd, azt már kedveli. Elesek a nagycipőmben is fölordítok, hogy hó, és van másik, hát meg, hát egy gyerekkel nekem ez egy kínzás volt. Tehát én még mindig szorongok, ha meglátok bolcot, de én nem rólad beszélek, sőt, hát ezért készítjük ezt a beszélgetést, hogy még többet belőle. Na, ez itt a probléma, hogy milyen alapon fröcsköli le a gyereket a bohóc, amikor a gyerek őt nézni jött. Tök igazad van, Istenem, de jó. Érted? De jó, hogy ezt mondod. És, na most, amikor azt a gyereket lespricceli a bohóc, az a gyerek örökre örökre utálni fogja a bohócot, mert hát, nem még 30 évesen. Hát van olyan anyuka, hogy jaj, nem, én gyerekkoromban megijesztett egy bohóc, menjen innen, ne haragudjon. És ilyenkor nem is foglalkozik a gyerekével, hogy a gyerek akarja, vagy nem akarja, vagy mit akar. Igen, ez lett volna a kérdésem, hogy ilyenkor, amit a Jani is kérdezett az előbb, vagy a Feri, hogy azért egy finoman te megpróbálod a szülőt azért úgy meggyőzni, hogy csak engedjen be 5 percre, csak adja meg neked, ha utána nem működik, hagyjuk, tényleg nem fog, csak adjon neked 5 percet. Erről meggyőzheted a szülőt? Vagy volt olyan, hogy meg kellene? Volt olyan, hogy nagyon sír a gyerek, most nem kéne. Mondom, hadd próbáljam meg, és akkor elővettem a buborékfújót, és leállt a sírás. Aztán... Milyen egyszerű eszköz közben. Igen. Azért azt gondolja az ember, hogy nem is egy bonyolult. De jó, mondjuk nem ezt egy kínai kisfiúnál találtam ki, mert ott tényleg mindent bevetettem. 20 percig ott voltam a gyereknél, és csak ült az ágyon, bambult előre. Mondták, hogy kínai, nem tud magyarul. Mondom, oké, akkor nem fog beszélgetni vele. Én mondtam, hogy te se tudsz kínai. Aha, igen. Az egy egyoldalú beszélgetés lehet. Igen, és bűvészkedtem, és minden, és már az egész kórterem röhögött. Már mindenki kész volt, a gyerek meg ilyen kínai módjára kis ferde szemével így. Mondom, kész. De egy bohóc doktor nem adhatja fel. Mert nem adhatja fel. Hát nem azért mentem be, hogy szenvedjek meg. És akkor mondom, hát nincs más. Jó van, mondom, öcsém, hát akkor föladom. Még ilyen nem volt, de most föladom is. Elővettem a buborékfújót, mondom, na, szevasz. Meglátta a buborékot, és leugrott az ágyról. Na, és akkor mondom, na, ez az a pillanat, amit mindig elő lehet venni bármikor. Ami működik, persze. Igen.
Aj, de jó, hogy ezeket elmondod. Jó, jó erről tudni szerintem, hogy ti vagytok, léteztek, dolgoztok, és hát igen, reméljük, hogy ezen beszélgetés hatására akár sokan támogatnak benneteket. Elmondod még egyszer, hogy hova lehet utalni az 1%-ot? Ennek szerintem nyugodtan csináltunk reklámot, hogy, hogy mi a cím az alapítványnál. Hát egészen két pontosan? Címen is elérhetőek vagyunk, az egyik a bohozdokik.hu. Bohozdokik.hu. Uh-huh. A másik pedig a Facebook oldalunk, ott pedig a Facebook per bohozdokik. Uh-huh. Tehát ezek ti vagytok, és akkor itt igen, minden hasznos információ ezek megvan. Ezek mi vagyunk. Jó, hát reméljük, hogy a beszélgetés kapcsán, akik eddig nem ismertek benneteket, fognak nektek segíteni egy picit, ha máshogy nem, akár most az 1%-kal, aminek most csinál a, nagyon az ideje. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, hát mi sok erőt. Kitartást kívánunk neked, és sok-sok mosolygós gyermeket. Én meg azt kívánom, hogy legközelebb is itt a stúdióba találkozzunk, de én úgy tudom, hogy neked született gyereked, ne a kórházba találkozunk. Azt, jó, igen, köszönöm. Jó, igen. Bárhol máshol, csak ne ott. Köszönjük szépen, jó munkát neked. Én is köszönöm nektek. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. 3-4-10 lesz, pontosan 7 perc múlva. Hármas ugrás játszunk gyorsan, egy hallgatónk aván is. A hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello! Péter, hello Péter! Honnan hívtál minket? Én jelenleg Ausztriában vagyok. Ausztriában az ember próbál visszaangolódni a játékra, igen, nem? Nehéz ügy. Igen. Beszélgetés után. Meg az főleg úgy, hogy egyébként ilyen 10-15 éves emlékek jöttek most elő a hallgatók részéről, és írtak nagyon sokan, hogy ők még ekkora táblatokból is emlékeznek a Lalára. Igen. Megdöbbentő. Nagy, nagy dolog, igen. Péter, Ausztriában vagy mit csinálsz Ausztriában? Én itt dolgozomként. Gondoltam, azért kérdezem, hogy mit csinál. Fogtechnikus vagyok. Fogtechnikusként dolgozol. Uh-huh. Ja, ja. Messzi Ausztriában, vagy átjársz Magyarországról minden nap? Én átjárok. Átjársz. Nem úgy, hogy inkább hozzánk jönnek, akik fogat csináltatnak, és itt virágzik a határ ezen oldalán a fogorvosi szakma inkább? Hát a pacienseknek ugye olcsóbb a magyar technikus, vagy olcsóbbak a magyar fogorvosok, viszont nem minden technikus tud megélni Magyarországon. Aha, értem, és ezért mentél te Ausztriába. Így van. Oké, okay, Péter. Na nézzük az első kérdést, így szól, hogy hívják London folyóját? Temze. Így van. Így van. Mehetünk tovább? Mehetünk. Azt mondja, hogy melyik csapatban fejezte be a pályafutását az NBA legenda Kobe Bryant? Húha. Ez nemrégiben volt, rengeteget lehetett róla hallani, olvasni. Hát, ez a Los Angeles Lakers, így van. Ráadásul egy olyan búcsú meccse volt, hogy 60 pontot dobott, elképesztő. Elképesztő. Igen, az örök rangisten. Lassú volt a net, igen. Na, az fél van, itt széles sáv. Hát mi a fene van? Hát, igen, Los Angeles Lakers. Így van. Kosárlabdában abszolút nem vagyok jó, tehát nem is az én sportom. Ez ki is derült. Köszi a játékon! Jó munkát! Én köszönöm! Hello! Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Nagyon helyes SMS-ek jönnek egyébként közben, majdnem elbőgtem, annyira meghatottam, pedig 50 éves férfi vagyok. Csodálatosak az én emberek, jó egészséget kívánok, és sok örömöt neki az életben, Laci küldtenek. Le a kalapot, Lala előtt ülök az autóban, és bőgök, 54 éves vagyok, taxis. Egyszerű összeggel is támogatható az alapítvány, tisztelet a dokinak. Szabi kérdezi, lehet egyébként egyszerű összeggel is támogatni, van számlaszám. A Facebook oldalunkra mindent kitettünk, úgyhogy nézzétek meg, és akkor eljuttok hozzájuk, aki teheti, és aki tudja, az tényleg támogassa őket, mert szerintem érdemes. Hol lehet támogatni a bohócokat, erre válaszoltunk is. Gyerekek, kemény vagyok, mint a kácéle, de ki kellett jönnöm a műhelyből, annyira megindító volt a, ennyire megindító volt a téma. Igen. Ez valami csoda, amiről beszéltek, köszi, hogy hallottam, Márti küldte nekünk. Hallgatom a műsort, folyamatosan futkos rajtam a hideg, óriási respekt ezeknek az embereknek, kaptuk ezt is SMS-ben. Igen, hát, és ezzel tényleg akkor szembesül az ember, amikor egyik pillanatról a másikba te valamelyik szeretted, hozzátartozó gyereket egyszer csak kórházba kerül, mert addig valahogy az, hogy egészséges vagy, egy olyan természetes dolognak veszed, nem? És bele sem gondolsz, hogy alapjában vannak problémáid, de azért úgy nagyjából minden rendben van az életedben. Aztán amikor jön valami komolyabb trauma, akkor jössz rá, hogy hú, addig mennyire minden rendben volt. Tehát az emberi elme így működik sajnos. Hogy amíg természetes valami, addig azt nem is éled meg kiváltságként, aztán bemész egyszer egy ilyen helyre, egy kórházba, vagy egy gyereket bekerül, és látod, hogy atya úristen. Hogy bár futna is, bár. Hogy bár, csak, igen, ott, bár csak fut, és azok a problémák, ugye ezt mindig elmondom, amit akkor te valójában problémának gondoltál, hogy nem tudom,
tudom, tényleg bármilyen párkapcsolati dolog, vagy egy kisebb nátha gyerekkel, vagy az allergia, mennyire kicsi ahhoz képest, amit sokan átélnek, de hát hál' Isten vannak ilyen emberek. Annál mindig, amikor leveri a virágvázát a gyerek, akkor igen, és akkor azt gondolod, hogy vagy gondolni, baj van az ovjúval vele, vagy nem igen, tudom. Igen, hogy állagy. Annál tehetetlenebbnek, kiszolgáltatottabbnak soha nem érzi magát az ember, mint amikor beszél a gyerekre. Igen, a bohózók oldala lefagyott, ezt többen írjátok. Hát most egyelőre gyertek a mi Facebook oldalunkra, írjátok fel az elérhetőségeket, vagy nézzétek meg délután, és akkor menjetek fel újra. Igen, Doki oldalát kicsináltuk. Azért meg a bohócok ellen csak van egy kis bosszú. Igen. Ne, azért az nagy bohóc és bohóc között is van különbsége. Van. Tehát, hogy arcom fúj egy műszegfűvel, ugye? Meg aki gyerekekhez megy, hát milyen szép dolog ez. Na, 3-4-10 lesz 3 perc múlva, mindjárt jövünk a VTCC játékunk nyertesével, és a nap legjobb pillanataival egy pici szünet után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3-4-10 múlt, pontosan 3 perccel. Jó reggelt mindenkinek, már is jönnek a nap legjobb pillanatai. Mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Komolyabb témával kezdtük a reggel, de néha azt gondoljuk, hogy kell ilyenekről is beszélni. Ugye, hát nem sokára 1500 fát vágnak ki a római parton, és megpróbáltuk egy picit utána járni, hogy mi történhet, mit mondhatjuk azért, hogy talán nem túlzás, hogy mi a fákkal vagyunk, és a zöldövezettel vagyunk, és ezt az ember mindig baromi nehezen tudja elfogadni, azt hallja, hogy valahol Budapest szívében zöld területen 1500 fát vágnak ki, hogy egy kétes eredetű mobilgátat építsenek. Mind a két oldalt megszólaltattuk, Bardozi Sándor itt volt nálunk, a levegő munkacsoport alelnöke, aki nyilván ellenzi ezt a dolgot, és Egri Gábor, a Római Partért Egyesület alelnöke, aki viszont támogatja a mobilgát építését. Mi mindkettőjüket adásba tettük, aztán együtt közösen engedtük, hogy ők is vitatkozzanak, és mi is kérdéseket tettünk fel. Mi nagyon sajnálnánk, ha ez a dolog megtörténne. Láttunk ehhez hasonló példákat, például tényleg Szentendre, gyönyörű szép beton, minden csillivilli. Igen. De hogy egyszerűen csak vége mindennek. Csak, és nincs árnyék, és nincs fa. Vigyél ki magad a napernyőt. Így van. És ez egész egy betonvodály lett, borzasztó. Szerintünk, de úgy volt jó, és úgy gondoltuk, hogy mindkét oldalt megszólaltatjuk. Úgyhogy ezen beszélgetésből mutatunk most néhány részletet, valamint 8 óra után egy nagyon helyes történettel folytattuk. Egy 81 éves néni, 13 év sportolás után, egy lengyel néniről van szó, nyugdíjas néni, megvette élete álmát, egy Subaru Imprézát. Figyelj, nagyon szeretem álmodni, mindig megmondták. Nagyon cuki a néni. 81 évesen átvette a 2016-os Subaru Imprézát, nyomott egy kövéret. Amiben nem csak tegnős és nyuszi fokozat volt. Igen. Nyomott egy kövéret, elhajtott az autószalomból, és lenyilatkozta, hogy 13 évig spórolt rá, neki az egyetlen hobbija a vezetés. Róla beszéltünk, aztán pedig, hát ugye vártunk hallgatói SMS-eket, amiben leírtátok, hogy ti mire spóroltatok, és aztán mi lett a dologból, sikerült-e megvenni. Nagyon helyes hozzászólásokat kaptunk, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 2 perc múlva pontosan 10 óra. Egy picit komolyabbak voltunk ma, de nem baj, néha ez is kell. Néha ez is kell. Értettem, hogy mindig bejönnek ide a munkatársak köbörögni minden érte. Gyula is annak idején kifeküdte a partot a római, érted, amiatt most mindent eláraszt a víz. Azonban nem lehet csónakot leereszteni. Hívjuk a nyertes már is, gyorsan. Igen, tessék. Ó, hát te már fel is vetted. Hello, Feri, Jani, Csabi, Balázs. Morning show, szia. Hello, sziasztok. Hello, hogy hívja? Reni vagyok. Reni, hello Reni. Volt egy kérdésünk, hogy hol nyert először Mihelis Norbi, mi volt a jó válasz? Na, hun? Ez a makaui futam. Így van, makaui. Jó kis makaui. Reni, ugye Renit mondtál, bocsánat, csak annyira izgatott volt, nem is értettem. Reni, mész a VTCC futamra. Hú, de szuper, köszönöm szépen. Kit viszel magaddal? Hát igazából anyukámnak szerettem volna megnyerni. Komolyan? Anyukám nagy Mihelis rajongó, és akkor ő fog menni. És akkor mama megy apával. Tehát te örülsz, de ők mennek. De helyesek vagytok. Igen. Ráadásul mamád most kapta meg nemrég az Imprézáját. Igen, szigorú Imprézát. Hát ez nem én volt. Igen. Szóval nagy Mihelis Norbi rajongó tényleg? Igen. Minden futamát megnézi. Komolyan? Igen. Ott ül vasárnap a tévéje előtt, a húsleves parti után, és nagyban tobbol a mama, hogy hajrá Norbi. Pontosan. Komolyan? De jó? Igen. Ja, mondjuk a Norbi klasszik mama kedvence. Igen. Tényleg a jó fiú. Jó fiú, igen, ez a Norbi. Meg, igen. Szépen vezet. Reni, hát akkor jó mulatás nekik. Örülünk, hogy örülsz. Hát én is nagyon örülök, köszönöm szépen. Merre hallgatsz minket? Szerencsről. Jó van, csókoltatjuk a mamát, érezze jól magát hétvégén. Jó, rendben, átadom. Puszi. Köszönöm szépen. Ciao. Hello. Hello. Csabikám, hello. Jó reggelt. Jó reggelt.
Azért ez egy tök nagy dolog. Én mindig azt gondoltam, hogy az autósport az valahogy olyan férfias. Igen. Jó, hogy persze kimennek a csajok is, meg a nőket is érdekelhetik, de az, hogy ez teljesen igen. meglepett. Hogy nem gondolnád, hogy mama irányítja a vasárnap délután programot. Mama eldobja igen a fakanalat, és meg odaig a rakott grumpli, mert mama VTCC-t néz. Tehát nem jellemző nagyon legalábbis. Kenjetek igen. magatoknak egy kenyeret, nem vagyok igen. a tévé előtt. Hívhatjuk a naphallgatóját már is. Ezt nevezem összehangnak, látod? És már itt is van. Szín profik. Tessék. Halló, jó reggelt! Ciao. Ajj, de kár, ezért nem az ajándék csomagért. Hello, morning show, Balázs, Jani, Feri, Csabi, itt vagyunk. Ne, írtál hello. Nekünk SMS-t? Hello. Itt a magyar. Halló, itt vagy? Igen, szia. Szia, szia, szia. Na, Mizuka van. Hogy vagy? Mizuka. Balázs, morning show, szia. Írtál nekünk SMS-t? Jó helyen vagyunk? Igen, 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 igen. A zongoráról. A zongoráról? De most nem akarsz velünk beszélni, vagy nem tudsz? De egy kicsit tudok. Egy kicsit. Mit csinálsz éppen? Mesélj róla. Dolgozom. Mit dolgozol? Fogtechnikus vagyok. Szereted a főnököt? Érted nekünk, zongorára gyűjtöttem 5 évig, de a zeneiskola felvételén kiderült, hogy nincs hallásom. Átváltottam igen. szörfre. Igen. Már nem sem mondtad, hogy morning show? Mondta? Nem, sajnos nem. Nem merted bemondani. A munkahelye mégsem lehet azért. Beleordítani artikulátlanul egy telefonba, hogy morning show. Érted. Hát te vagy a naphallgatója, de nincs ajándékcsomag. Hát sajnálom. Igen. De nem baj, sokáig gyűjtöttem a zongorára. Igen, és kiderült, hogy tök süket vagy. Már zeneileg úgy értem. Igen, 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 sajnos igen. És tényleg szörfözöl azóta? Nem. Próbálkoztam, de nagyon drága volt a szörf is, és akkor utána csak bicikli lett belőle. Azt hiszem, kiderült, hogy félsz a víztől, aztán vettél egy bringet, kiderült, hogy nincs egyensúlyérzékem, utána elmentem sielni, rájöttem, hogy nem értek a téli sportokhoz, és ez így egyszer, megy. Bementem egy kaszinóba, földön a pirosra, és fekete lett. Na, jó, azért van egy csomó plusz ajándékot, hallgass meg a reklámblokkot, jó? Jó, köszönöm. Köszi, jó munkát. Szia. Hello. Ciao, puszi, hello. Csabikám, milyen zenéid lesznek ma reggel? Rock City-t hozom nektek. Kérem. Megtévesztő a név. Hát nem rock. Igen. Hát ők egy ilyen hip-hop, reggae, fúziós, R&B-s duó. A Thomas testvérek alkotják. Nagyon sok emberrel dolgoztak már együtt. A Sean Kingston, Rihanna, stb. Most egy olyat hozok, amikor az Adam Levinnel közösen készítettek egy dalt, akinek valamennyi köze mégiscsak van a rockhoz, hát az a Maroon 5-nak korábban voltak rockos dalai, de ez egy ilyen nagyon lazulós, nagyon-nagyon jó kis dallamtapadós, tehát dallamtapadás veszély áll fenn, hogyha meghallgatjuk Lock the Way-ról. Jó lesz az. A becsárját. Thomas testvérek, Anders és Jeans. Csabjának kívánság is örül. 555-55-00 a telefonszám, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Hello! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.